kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehet már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a rockban két szó. This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. És az megvan, hogy felvörösök proletár. Ne, a dallam nem így volt. Csillagos katolák, nem tudom, nem hogy volt. Arcunk a győzelmi zá. Várjál, az más. Meghallgat, és passzív módon is megtanulta. Tehát nem csak egyszer, nem úgy, hogy mert persze az énekkoráknál is tanulgatok ezeket azért bőszen, de a legtöbbet úgy tanultad meg, hogy annyit hallottad, hogy ez valami hihetetlen. Az összes iskolai ünnepségen is egy kellett. Az iskolai ünnepség az így kezdődött. Hát nem, himnusz, vagy a végén volt a himnusz, de igen, közben biztos, hogy ilyet kellett énekelni. Azt igen, a kopuncsán ráadta a beagra, mert az róla szerintem nem szóra rárakom. És miért szólt mindig így? Tehát, hogy miért nem igen, tudod soha jól szólni? Soha, nem? Sehol. Soha sehol nem szólt jól, a beakhang falat az van, pedig az, pedig az Unitra azért csinált jó cuccokat is. Csak hát ez egy tudod. Fal, és az soha. Csak valószínűleg a bevásárlásnál. Gyémántő az anya! Jó ott az a feed is! Ez mert a stúdiós mondta, de, hogy nehogy már, hogy már investáljunk. De a, bocsánat, de a hang is így szólt, tehát a beszédhang is, ott nem volt gyémántő, ott volt beag mikrofon, beag hangfal, beag erősítő. És megszólalt egy ilyen katonakórus. De mondom, minden ugyanúgy szólt. Irgalmatlan baritonokkal. Ez ismerős, ugye? Uh-huh. Persze, ez az alázenénk ismerős áll. Az úttörő olyvinák arcára ki se fogyan óta. Ha tábor tűz valahol, sok kis pajtás így dalol, fújjászik a reggel óta. Évek szállanak a nyári fák alatt, oly vidám az élet. Boldog dalma ma, így önti dalma ma, csula jó, gyönyörű az élet. Ja, ez már egy másik úttörőnek part. Lenni jó. Bizony. Ez volt kitörölhetetlenül a megmaradt. Gyűlölöd, de már de kitörölhetetlenül megmaradt az összes. Jó, de jó! Zenek az ének, szép az élet. Haj, úttörőnek kedve mindig jó. Te az összeset tudod? Persze. Én lógyapa voltam. Énekkaros. Doboltál, vagy énekeltél? Haj, száll az ének, ének szó. Mert harmadmas a hullahó, sej, haj, száz torokból száll az ének szó. Madonna, maradj le! Az öveden. Az előre, volt, előre, előre. Az volt, hogy előre. Összecsattintós, ez az átbújtatós öved volt? Az a klasszik. Én azt imádtam. Egyébként összecsattintós, persze, átbújtatós, és ott nem értetted, hogy hogy fordítod úgy, igen, begombolni, vagy összecsattintós, még eltudtam, amikor a kigombolás, vagy a széthúzásnál volt baj. Benének benne, hogy kell szétszedni emléket? És hogy tudom úgy forgatni, hogy szétszedjem azt a rohadmányos úttörővet? És az a legjobb, amikor így végignéztél a kis osztálytársaidon, vagy az ősben a társaidon, valaki fordítva volt az öv, tudod, lefelé nézett a zászló, csomóra volt kötve a csomóra volt kötve a nyakkendője, tudod, én kibogozhatatlanul, érted? Sípzsinór hátrafelé lógott le, tudod, felemázzokni, lakszandál, fekete lakszandál, az volt a legdurvább, fekete lakszandál, és a többi. Júna! Tudod, elfeküdt hajak, tudod. És mentél. És kék színű nyakkendőről, tehát piros színű, persze. Az utunk a jelfáfú. Várj, ez nem mostani? Mi kommunista ezt kell, ezt is kellett. Nagyon régen, de kellett énekelni. Ezt ti még bőven énekeltétek. Mi nagyon. Hát erre vonultunk. A május 1-i felvonulásban az egyik kötelező darab volt. Bizonyán. Nagy munka vár ma reátok. Emlékeztek erre? Az. Hát ez szenzációs volt. Csillagosok napon át, nagy munka vár ma reátok.
ezek most már nem bűn, nem régi tiltott jelképeket éneklünk. Ez. Hát. Ezek figyelj, ez a fiatalságunk. A múltunk. A vörös csepelt. Zúgjon a hangod. Atya úristen. Vörös csepel, hát nem mondd, hogy... Jaj, várj, ezt már hallottuk. Igen. Szóval nagyon sok van egyébként. Hát nekem az Amburi Partizánok dala volt az, ami mindent vitt. Azt mind a mai napig. Meg is hallgatja ezt inkább. Aha. Ez kicsit átdolgozás, nem? Ja, ez volt az? Ez az Amburi. ez volt az? Nem, meghallgatnád még egy nosztalgikus jelleggel? Persze, meg hát a Bukocska. Az mind a mai, amik beugrik, amikor nézem az Eden Hotel. Ez ilyen halkan indul. Aha, de majd kibontakozik. Jönnek a távolban. Persze. Ezt énekórán kellett énekeltétek énekórán persze. Kellett? Nátok volt énekórán? Volt hát. Kinn a mezőn? Aha, igen. És így erősödik a végén. És ez meg a végén, amikor már így ezer torokból szól, hogy vörös zászlót leöngeti a szél, a csaták bíbor hajnalán! És hogy választották ki, hogy kidoboljon? Na, akinek volt valami zenei hallása, az annak a nyakába akasztották a dobot, aki nagy volt és elbírta. Aki nagy volt és elbírta, az megkapta a dobot. Mondjuk ez egy pergő volt, azért nem volt annyira nehéz. Jó, de kicsik voltunk még. Én mindig marhára ügyeltem, nekem semmi ütemérzékem nem volt. Valami még próbát is tettek, a nyakamba akasztottak, és ezt próbáld meg. Hajnalá! Jó, ide nagy. És az Amúri Partizán... Ja, az. Mi volt a... Ez az Amúri. Mi volt a hajóvonták találkozása? Tilos, az a, tudod, húzták a izőt. Ez a hajóvontató. Igen. Hajóvontató dala. Igen, de az egy régebbi sztori. Az régebbi. Az sokkal régebbi. Hát micsoda kórus. Itt már törölget a homlokát színek előtt. A tribünön arról tényedben. És úgy vonult annyi az énekkar. Annyi ezzel sem lenne, ezt hallottam. Emlékszel, úgy vonult az énekkar május 1-én, hogy rendesen a vigyázállást nyomták, vagy ezt a egyenjárást, és mindenki balra a tribün felé. És én arra emlékszem, hogy álltam, és nem értettem, hogy miért nem lehet már elindulni. Hogy miért nem mehetünk már? Mert előbb még a Vörös Október ruhagyár elfonult. És először még ugye volt, és valahova beálltál, ott órákat kellett sorbálni, mire el tudtál egyáltalán indulni. És ott álltunk gyerekként, és igen, de gyerekként egyébként nagy élmény volt. Az gyerekként nagy élmény. Valahogy akkor így nem idegeskedted szét magad, hogy nem érsz oda meg, hogy mennyien vannak meg. Az egészet így tökre élvezted. Mit hallgatnátok, mondok még meg? Tessék, mondjatok valamit. Bunkócska! Énekelted énekorán? Persze. Nagyapánkról eldal, unokákra marad, unokákra marad, ez a szerszá. Fú, hogy azért ezt hívod, hogy tudjátok, hogy beégett. Azért eminensek voltatok. Jó, csinom, a második szólamát, szólamát is. Énekeljük-e két szólamban. Érted, mit? A bunkocskát. Ne várj, inkább elindítom. Sose hal... Nem már, ez mi? Puszti domaj. És pénzünk sincs elég. Nem, ez már boroshajos. Ez mit cselek? Tényleg. Még akhatunk, de már ez illenék. Így a morra még ez a legszebb mesterség. S tudod, mi volt ez zseniális a dal? Mert azt mondta, hogy te így pisd az új világot, akkor ha már éhen döglöttél, érted? Az nem érdekes, hogy kaja legyen. Építsed az új világot. Figyelj, ez mindent tud. Mesterség! Jó, ide jó. A munka fattya. A munka fattya. Na, ezért lecsuktak volna. A munka fattya. Ez mi? Nem tudom, de az ez ilyen, honnan ismered? Mi az, hogy mi, honnan is? Ezt mindenki ismeri. És aztán bekanyarod, gondolom, hogy mi lehetett. Ez mondom, arról szól, ez a szorít 60-as, 70-es évek, amikor nem volt kaja, érted, azt mondták, hogy építsed az új világot, az nem érdekes. Ez milyen nyelven volt? Ez a hogy évek, az a bukocska volt, de... Igen. Simán József. Siad árnyékolom.
évekig próbáltam megfejteni, hogy mi az a nyikoromban. Most komolyan. Nyikoromban? Hogy hát siheder? Nyikoromban, persze. Hát a sihedert értettem, a nyikoromban nem. Mondom, basszus, nem tudnak egy nyelvű dalt írni? Mi az, hogy nyikoromban? Érdekigók. De miért kellett ezt, értem nyilván, hogy miért, hogy nekünk ezt még énekorán, tehát én ebből feleltem. Bizony. Tehát igen. Felállsz. Mondom, szép kerekjegy lett belőle. Max 2-es. Micsoda, mindenki ötöse énekel. Te ellenfog, írcses, görcsös ága, te drága. Így van. Segíts! Tudod, a keserves élet a nélkülözés, és mindenki dagadt volt az énekkel. Tudod, ilyen triplatokkal. Hát igen, szóval, hát. Hogy ezeket kell, de azért mutatjuk, mert ezt már egy generáció nem ismeri, egyáltalán nem biztos, hogy baj. De hogy, sőt, ugye abszolút, de hogy nyilván gyerekként azért ezeket a dolgokat megélni teljesen máshogy fogtad föl, sőt, mint sokszor egyébként valahogy még így... Meg egy ilyen közösségépítő. Közösségépítés jelleges jellege, vagy építő jellege, az akadályversenyek, a cserkésztáborok. Én ezeket imádtam, és tökre hiányolom most. Amik nincsenek szerintem már. Dehogy nem, ott van a Fighters Run. Jó, Fighters Run. Hál' Istennek nem kell hallgatni ilyeneket. És de Feri, te sírhatsz, és te voltál kis titkár is. Így van, nem volt, az nem volt, kisztak se. De oda, akkor már nem engedtek be, mert tudod, ja. Úttörőnél még igen. És azért két hetes nyári tábor volt gyerekek, mindenkinek lehetett menni. Sose voltam két hétig. Mi két nem. Hétig mentünk? Két hétig mentél? Te akartál volna, csak hazudtál. Hát én most azért örülök nagyon Salgó Tarjánnak, mert mi oda jártunk úttörő táborba. Bizony Salgó Tarján mellé. Ott volt az úttörő táborod? Bizony. Igen? Bizonyám, nagy katonai sátrakban laktunk, aztán később ez a 8 személyes ilyen két hálófülkés, rendes vaságy volt, rendes, ahogy hívják, a matraccal, tábortűz, kapuőrzés éjszaka, minden. Én imádtam. Nem az úttörőt magát, meg nem ezt a rendszert, hanem az, hogy tényleg mehettünk, két hetes tábor volt. Miért kellett őrizni a kapukat? Hát, hogy benne jöjjön az ellenség. Színes fény bűtök. Benne jöjjön az ellenség. Az Internacionálé hogy került oda? Azt nem értem. Ugyan tudom, hogy munkás mozgalmi dal, uh-huh. De hát azért az mégiscsak nyugatról jött, nem? Hát... Arra emlékeztek? Azt is kellett tudnod. Hát engedsz is nyugatról jött, hogyha az égtájakat nézzük. Hát mondjuk igaz. Igen. Azt nem tudom, hogy ez hogy került oda, de tudom, hogy ezekben a táborokban mindig volt zászlófelvonul, a zászló leengedés. Igen. Éva. Igen. És egy csomóan elvesztették a szüzességük. Na jó van. Oké, hát erről beszéltünk, elkezdünk nosztalgiázni, de nem ez lesz majd a témánk. 8 óra után jön a mi Gáborunk, úgyhogy küldhetitek most már szépen lassan a kérdéseket. Jó? Írják közben a hallgatók, igen, hogy gyerekek, május 1-e lesz, nem április 4-e vagy november 7-e. Igen, május 1-e. Innen indultunk, a dalokból indultunk egyébként. Persze. A régi dalokból, és aztán így jutottunk is ezekhez a dalokhoz. Egyébként Vöröscseppel volt már, kérdezi valaki. Úristen, nem tudok dolgozni, folyamatosan éneklem ezeket a dalokat. Beatrice-től lehetne lejátszani szintén, mert aha. Ők is énekeltek. Így van, a gyerekkorunk legszebb igen. Dalai az albumnak a címe. És nagyon jó. Igen. És ilyen dalokat énekelnek. Ilyen dalokat is énekelnek. A mi korosztályunkból mindenki azt írja, hogy énekli. Hogy mennek a kocsiban, és szól a dal, és énekli. Automatikusan beugrik. Ferivel voltam Zánkán úttörő vezető képző táborban. Már ott is ennyire... Hoppácska! Már ott is ennyire kezdte a nótákat. Az érdekes, mert én egyszer voltam a Békés Csabai Ifjúság és úttörő zenekarra a Zánkán egy hétig, és úttörő képzőben nem voltam. Úttörő vezetőképzőt. Nem voltál, persze, mentél már ilyen vezetőképzőre, ott is már mentél előre. Még egyszer mondom, nekünk a Zánka az elérhetetlen volt a Balaton. Ott is ennyire kente a nótákat. Mondom még egyszer, hogy voltam Zánkán egy hétig a Békés Csabai Ifjúság és úttörő zenekarral. Mi zenekari táborban voltunk. Zenekari lehet, táborban hogy te kis szitkárnak képezted már akkor magad. Zenekari táborban volt, és átszöktél a vezetőképző táborba. Hát, egy kicsit éjszaka átmentél. Pihenő van hát a zenekarnak 3 óra, én már succentem is Feri érdekében rekesszük be ezt a témát, mert az is kiderül a végén, hogy 3x3-os van. Szerintem lebolgassuk a múltat. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Hát érdekes hírt találtunk, és érdekes riport alanyunk lesz, mert
Mert érdektelenekkel nem foglalkozunk. Mert egyébként érdektelenekkel mi egyáltalán nem foglalkozunk, és ugye lehet azért rólunk tudni, hogy néha ezoterikus vonalon is utazunk, és nemrégiben megjelent egy nagy interjú egy boszorkány nagymesterrel. És ez a boszorkány nagymester érdekes dolgokat mond ebben az interjúban, aminek mi is szeretnénk egy kicsit utána járni, hogy ez valóban így van-e, valóban igaz lehet-e. Mert hogy állítólagosan démon támadások áldozatai vagyunk Magyarországon. Ezt mondja ő. Mindannyian? Démon támadások áldozatai vagyunk Magyarországon. Mindannyian. Amikor alszunk. Amikor alszunk, megtámadnak bennünket ezek a démonok, és van egy boszorkány nagymester, aki egyébként egészen összefüggően jól tudja nekünk elmondani, hogy mi történik éjszaka, amikor egy kicsit kiszolgáltatottabb állapotban fekszünk. Befogják az orrunkat, hogy kiszáradjon a szánk, hogy kitakarnak minket. Vagy orrodra. Oda ül. Ki az a démon? Kezdjük itt. Na hát innen kell elkezdeni, hogy mi az a démon, mi történik. A boszorkán nagymester, rögtön hívjuk egyébként, elmondja majd nekünk, hogy ha érzed például azt, hogy éjszaka valami megfogja a lábodat. Ha van hőérzeted, ha valami olyat érzel, hogy mintha ráfeküdt volna az egész testedre, és alig bírsz felkelni, levegőt venni, és mintha lefognák a kezedet és a lábadat. Esetleg valami lehúz az ágyról, amit nem látsz fizikai síkon. Valami láthatatlan dolog kezd el téged letolni, lerángatni. Rád nehezedik, megfog. Hideget érzel, meleget érzel. Ezek mind a démonok, akik állítólagosan szexuális támadást végeznek ellenünk. Szexuális támadást. De. Jézus Mária. Jújjúj. De súlyosan hangzik. Na várjál, lehúz az ágyról, és ott támad, vagy megfogja a lábam, addig a másik... Felemeli, és azt mondja, inkább irány a gyerekszoba, basszus. Rá egész élet kapja meg. Szólok még négy démonnak, arról érem, az asztrál testedet sem felemelni. A boszorkány nagymester azt mondja, hogy van egy hatfős démon űző csapata. De ez tök komoly egyébként, és tényleg mi is próbáljuk úgy komolyan menni, hogy most ne tegyük az egészet zárójelbe, hanem nézzük meg, hogy ez valójában létezik, akkor mit csinál? A magyar Ghostbusters. A magyar Ghostbusters, így van, tisztogatják az országot, ha kell külföldre is mennek, és mindenféle éjjellátó hőkamerás eszközzel megvizsgálják az adott területet, és megtisztítják a gonosztól. És nyilván számlaképesek. Ezt nem tudom, hát ezt így ebben a formában nem tudom, de szerintem adnak számlát, SZJ2346 szellemizés. Azért értem. Na, de azért a fura érzetek éjszaka, az szerintem szokott lenni sokaknak. Vannak mindenkinek. Azt mondja, hogy ilyenkor démonok jönnek ránk, és hát bizony rosszalkodnak velünk, akár az is lehet, hogy szexuálisan megtámadnak bennünket. Szexuálisan megtámadnak bennünket. A részemről nyitott vagyok. Bármire, már ebben a korban. Ők a démon az élő embernek az ilyen... külső kivetülése, hát, vagy ő már meghalt szegény. Egy negyed osztályú entitás, mert ugye előtte van az Ámon, Bémon, Cémon, Démon. Beteg vagy. Szokott nektek bármilyen érzetetek lenni? Igen, de akkor én lecsavarom a radiátort. De ez az egyik, amikor érzetem van, igen, vagy, becsukom az ablakot, ezek vannak. Még nem. Ilyen, hogy rám telepedik, hogy lehúz. Nekem szokott. De rád, rajtad van? Nekem egyfajta érzetem szokott lenni, és meg akarom kérdezni a boszorkány nagymestert, hogy ez... De hülye hangzik. Tehát, hogy miért kell őket... Tehát, hogy biztos valami komolyabb nevet is tudnának magunknak. Mert valahogy ezt a boszorkány nagymestert... Mindig mit... Tehát, hogy képzeled el, hogy jön egy ember egy ilyen csúcsos, feketes süvegben, a kezében egy ilyen göcsörtös bottal, és hogy hívják, és a lóg a nyakában valamilyen fura medál. És így képzeled el a boszorkány nagymestereket. Na, mindjárt megkérdezzük. De nektek semmit, tehát lefekszetek, alszotok, felkeltek, és semmi nem történik tegnap éjszaka? Tegnap este volt. Volt? Feri adtam, de ezt nem kiderült, hogy csak azért, mert Móni a hátán feküdt, és akkor mindig horkol. És akkor megböktem egy kicsit 6-szor egymás után, és utána minden rendben lett. Hát, így levegő nehezen jön. Olyan volt. Mondjuk le kéne állnom a Szofival a rohadt életben. De az már ezért szoktál le. De akkor másfél cent levágtál a bajuszodból. Nektek nem volt olyan? Meg kéne csináltatom az orsevédzertől, és sem megfulladok. Azt is megcsináltattam. Azt már 20 éve. Egy mozdulattal helyreigazítottad az orsevédzertet. Nem volt. Olyan nem volt nektek, hogy arra ébredtek, hogy kapkodod a levegőt nagyon nehe. Akkor lehet, hogy ott a melykasomra ül? Nem, az arcodra ült a béka.
Nyilván. De az, igen. De az jó volt. Lefekvés előtt. Az, igen. Érted? Tehát az még jó volt. Igen, ha az arcodra ült, és azt mondta, most mond Feri, napvitorla. Igen. Napvitorla, napvitorla. Onnolulu. Onnolulu. Na jó, több komolyságot. Ja, szóval. Nekem egyébként szoktak fura érzeteim lenni, és ezt én meg is akarom kérdezni, hogy... Jó, de te a lépcsőn alszol, könyörgöm a gyerekszoba előtt. Tehát van olyan. Nekem ne kezdjél itt érzetekről beszélni. Persze, hogy az ajtófél nyomja nekem, az arcodat. Hát. Nekem nagyon sokszor van, hogy feláll például. A szőr. A hátamon, hogy hideg érzetem van. Van olyan, amikor azt érzem, hogy valami olyan, mint rám feküdne, nyomna le az ágyba, és egyszerűen nem tudom felemelni a kezemet. Erről meséltem már nektek. Nem meséltem nektek, a barátaimnak meséltem, hogy vannak éjszaka olyan típusú tám... Igen, mert ők még nyitottak az ilyesmire, ugye a régi évtizedes kap. Két havonta, három havonta vannak olyan ellenem elkövetett fizikális, bestiális támadások, ami halálosan komoly. A következő történik. Fekszem az ágyban, és már fent vagyok. És akarok szólni a Vikinek, hogy segítsen, mert nagyon nagy bajban vagyok. És meg se tud szólalni. És nem tudok megszólalni, azt érzem, mint egy úthengerrel így nyomnának bele az ágyba, és ilyen nagyon fura arcokat látok magam előtt. És próbálom felemelni a kezem, és amikor ez először megtörtént, baromira megijedtem. És azt hittem, hogy most biztos, hogy meg fogok halni. És ez havonta, két havonta megtörténik, de most már felveszem a harcot, és az történik, hogy tudom, nézzetek teljesen. Aha, a harcot. Teljesen. És tudom, hogy jön, és tudom, hogy érkezik, és olyan, amikor egy úthenger így nyom bele az ágyba, nem tudsz megmozdulni, nem tudsz fölemelni a kezed. Tudom, hogy érkezik, ez amit egy filmtrélerre próbálsz, tudom, próbálsz küzdeni ellene, de nem tudsz megmozdulni. Nekem és egyik pillanatra a másik egyszer csak elmúlik. És nem tudom, meddig tart, mert nincs valós időérzékelésem. Lehet, hogy fél perc, egy perc, 10 másodperc, nem tudom. Nagyon érdekes. És az nagyon arcok érdekes. Kicsodák, akiknek annak idején a Balázsóban nem szolgáltattál igazságot. Kik azok? Nem, nem mindig látok arcokat, van, amikor ilyen fura dolgokat látok, hőérzet van, és nem tudom, ezt nem tudom megmagyarázni. És ez valójában megtörténik, tehát tudom, hogy fent vagyok. És az elején még volt, hogy próbáltam szólni a Vikinek, hogy segítsen, hogy látta valamit. Hogy de nem, balra, de, ha igen, nem de amikor balra fordítottad a fejedet, nem Viki, tehát hanem Pataki Attilát ugyanilyen pozban. Nem mondom, hogy ufokra voltak, ezt nem mondom. De vannak ilyen fura érzetek, és amikor harmadszorra, negyedszer ez megtörtént már velem, akkor már nem ijedtem meg annyira. És azt gondoltam, hogy már tudom, hogy mi történik valójában. Nekem egyszer volt ilyen, mert amikor az én hálózsákom mosásban volt, és a gyerekében kellett aludnom, és pont ez volt az érzés, és nem tudtam megmozdítani a kezeimet, nem tudtam megmozdítani a lábaimat. Jó, hát azt is egy érdekes lenne megkérdezni, hogy igen, hogy te mi ellen, lehet, hogy tudat alatt védekezel azért alszó hálózsákban, kis jéger alsóban. Igen. Nem? Tehát, hogy ez a démonoktól védekezel. Soha nem volt nektek ilyen? Alvás paralízis. Ezed van. Az van olyan. Alvás paralízis. Az egy létező dolog. Tényleg? Az egy létező dolog. A hallgató írja, hogy alvás paralízised van. Igen. Ilyenkor szokta az Attila is behalózni ezeket az UFO támadásokat. De nekem a fizikai érzetem az, hogy ez valójában megtörténik, és nem tudok felkelni, nem tudok megmoccanni. Baromi ijesztő, rettenetesen ijesztő. Alvás paralízis, egyébként ez egy létező dolog. Lebénulsz, nem tudsz megmozdulni. Aha. Elképesztő. És akkor lehet, hogy ez a démon miatt van. Tehát nincs ezt nem mondom. De képzeld azt a szituációt, hogy próbálsz átszólni a Vikinek, hogy segítsen neked. Hogy lökjön meg, vagy ébreszem fel, hogy ültessen fel, és nem tudsz kinyitni a szádat. Olyan, mint amikor minden idegrendszered, de azon dolgozol, hogy egyáltalán meg tudjál mozdulni, és nem tudsz semmilyen hangot kiadni, és meg se tudsz mozdulni. És azt érzed, hogy nyomnak lefele föntről. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Mikor többször átéled, már nagyon érdekes, mert tudod, hogy megint itt van ez az érzés. Már nem ijedsz meg elsőre, a legnagyobb félelem. És azt még látod, amikor Viki elteszi a fecskendőt? Igen, és talán kivesz a pénztárcámból egy 1000-est, körbenéz és berakja a belső zsebébe. Igen, persze, nyilván. Szemgolyó nedvesítő cseppet a szemeden egy kiszáradjon. Kibírod majd jövök. Komolyan, elsőre bepisílsz a félelemtől. Másodikra már nem annyira félsz. Nem is annyira bánom, hogy ez engem eddig elkerült. és harmadikra már tudod, hogy megtörténik, tudod, hogy el fog múlni, és nincs az a halálfélelmed, mint elsőre. És orvos? Hmm. Mit mond erre? Nem mentem el orvoshoz. Tehát, hogy sokkal szívesebben. Erről nem beszélek sok ember. Nem mertem beszélni róla. Soha nem beszélek erről. Ezt nem adom ki a legszemélyesebb. Igazad van szerintem. Ugye? Mert nektek oké, hogy elmondom, de jó, de hát most mégis csak mi. Pár éve már együtt dolgozunk. Na, megkérdezzük a boszorkány nagymestert, hogy milyen támadások érik a lakosságot? Egyáltalán mik azok a fura érzetek, amit az ember érez? Mert hogy azért sokan éreznek, hát próbáljuk meg a tudatunkat kicsit kitágítani. És ne csak azt gondoljuk, hogy ha mi nem érzünk semmit, akkor valójában nincs. Nagyon sokaknak van fura érzetük éjszaka, lefekvésnél, álmokban, felkelésnél.
Az, hogy valaki figyeli őket, hogy valaki van a szobában, hogy valaki ott fekszik mellettük, hogy valaki az arcodhoz ér. Nagyon sok ilyen beszélgetésben vagyok, vannak fura érzetek. Uh-huh. Meg is simogatnak? Nem, hogy érzed, hogy az arcodhoz ér, hogy valami hideget érzel a lábadnál, aztán rájössz, hogy főket van menni zófit, mert rossz a keringésed. Na, itt van a mi boszorkány nagymesterünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Jó, de visszafogott vagy. Hello. Vító boszorkány nagymester, jól mondom? Így van, sziasztok. Hello. Picit tudsz nekünk hangosabban beszélni, mert nagyon halk vagy, nagyon visszafogott. Most jól hallom. Nagyon, most igen, abszolút, abszolút, abszolút. Fülhallgató van bent a fejemben, aztán gondolom lehet, hogy annak vannak némi nemi problémája. Aha, bent? Hát nem, csak itt könnyebb a telefonon beszélni, tudod. Ja, fülhallgatom vagyunk. Beépített, belső. Na, mik ezek a megszaporodott szexuális démon támadások Magyarországon? Kik követik el, ki ellen? Hallottam egy 5 percet az előbeszélgetést, ahogy beszéltetek a dolgokról, csak tényleg 2 mondat az álom paralízisről. Ugyan nem vagyok orvos, tehát nem hiszem, hogy erről nekem sokat kellene beszélni. Igen, ez nagyon sok emberrel megtörténik, velem is történik, nem egyszer, nem kétszer. Viszont óriási különbség van egy álomparalízis, tehát ez a lebénulásos, nem tudok mozdulni című történet, és mondjuk egy klasszikusnak vehető szexuális démon támadás között. Ugyanis a démon támadás között, tehát mondjuk egy szexuális jellegű támadásban az a helyzet, hogy ott azért hívjuk szexuálisnak, mert szexuális jellegű mozgások, történések vannak az esetben. Aha. Tehát testüregbe való behatolás. Bocsánat, még igen, finomabban egy kicsit, mert hogy korábban, igen, hát ezt, igen, hát ennél nagyon nehéz lenne finomabban, inkább durrábban. Nem, semmiképp, értjük, hát felnőtt emberek vagyunk, hogy fogalmazzunk, hogy igen. Hogy maga ebben a kategóriában, amit akár mondjuk az én világomban, ugye már azért ez egy, még mindig egy zárt világ az okkultizmus, tehát az én világomban azért ennek is egy igen széles skálája van. Tehát ide beletartozik az is, amit említettél, hogy enyhe fogdosási érzetek is vannak. Nehéz ilyenkor, nagyon nehéz még nekünk is elválasztani az ocsut a búzától, hogy esetleg az adott embernek ebben mennyi a képzelgése, a lelki kivetítése, mert rengeteg esettel találkoztunk, mentünk ki, és derült ki, hogy igazából nem arról van szó, mint amivel mentünk. De igazából, ahol már tényleg egyértelmű, ott azért nem ezekről van szó, hanem ott már ténylegesen... Na de mit akar a démon, vagy mi történik? Tehát fekszik az, hát, a gyanútlan honpolgár otthon? Alapkérdés egyébként mindig, amikor ezt megkapom előadásokon is, hogy egy démonnak ebben mi a jó, miért csinálja, mi a cél. Valójában az ő cselekvéseiknél van egy nagyon rossz dolog, amit most fogok mondani. Nem teljesen jó az emberi logika, és nem teljesen lehet erre ráhúzni az emberi gondolkodás formákat. Ők másképp tesznek dolgokat, mint ahogy egy ember tenne. Most ide dadogtam bele, mert ugye akkor mégiscsak azt kéne mondani, hogy másképp gondolkodnak. Ők is gondolkodnak, csak ők nem aggyal gondolkodnak, hiszen ők szellemi lények. Tehát nekik nincs egy fizikai agyuk mindenkinek. Na de valami célja értelme van az ő látogatásuknak, hogy nem? Hogyne lenne, a legeslegelső általában mindig az a leuralás, tehát az uralni valamit, egy helyzetet, főleg egy ember, és a terror. Tehát az, hogy terrorizálják, hiszen kezdjük az elején, képzeljetek el egy alapesetet, általában a szexuális támadásoknak szerintem körülbelül, ugye, mert az egész világot nem látom át, csak azokat az eseteket, amikkel foglalkozom, körülbelül a 70-80%-a körül általában nők a szenvedő alanyai. Aha. Na most gondoljátok el, hogy akár egy alvás közben, vagy este, vagy amikor egyedül van, mert egyébként gyorsan hozzáteszem, nem csak akkor történnek ilyen jellegű támadások, amikor valaki alszik. Tehát itt az alvás paralízis már egy kicsit meg is dőlt. Hanem teljesen béta állapotban, tehát teljes tudati állapotban. Képzeljétek el, hogy megél egy ilyen igen heves, nagyon brutális támadás, tényleg minden viccet félretéve, lenyomva az ágyra, testüregbe való turkálások, sőt, sajnos aktus is nem egyszer történik, hogy ez milyen félelmet generál egy adott nőben, egy adott emberben. Na jó, de honnan tudom, hogy megtörtént? Ez a lényeg, hogy igen? Az a félelem, ugye, ami energiával jár, minden cselekvésünk energiával jár, abból az energiából táplálkoznak ezek a bizonyos démonok. Tehát az is része az ilyen jellegű támadásaiknak, hogy amit gerjesztenek a támadással, abból élnek. Energia, abból táplálkoznak. Na most, de akkor miért nem csak megijeszted? Miért nem jön oda és mondja azt, hogy hú,
jól összetoljom magam. Balázs, mi már találkoztunk kétszer a Balázs show-ban, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, egy ilyen hosszú hajú elmebeteg vagyok, biztos emlékszel rá. Én az a hosszú hajút erős túlzásnak érzem. Eddig megpróbáltam komolyan lenni tényleg. Szerintem ebben a hosszú hajú volt az, ami... Balázs, az a helyzet, hogy ne tévesztük össze a klasszikus poltergeist jelenséget egy démon támadással. Tehát a poltergeist jelenség alájában elég jól leírt szakirodalma van. Nagyjából azok szólnak az ijesztegetésről. Egy démon, tehát azért ez... De honnan tudja egy nő, hogy reggel megtörtént, arra gondolok. Tehát, hogy nem egy álom volt, ahol én... Hogy végig mosolygja a kávézát. Igen, csak Vito, csak segíts nekünk válaszolni a kérdésekre, hogy reggel a nő föl kell. És ugye vannak szexuális tartalmú álmok. Egy álmodnak ilyet, pasit álmodnak nők. Az már maga a démontámadás, vagy én tudom nőként reggel... Az nem az. Tehát az álom, annak nincs köze. Oké. Honnan tudja egy nő reggel, hogy... Oké, okay, de honnan tudom, hogy megtámadták, hogy milyen jelei vannak? Tehát reggel a nő föl kell, akit ti mondjuk megvédtek, kimentek és hatalmat leszámoltak a démonokat, de milyen jelei vannak? Vagy mi, tehát hogy segíts kézzelfoghatóvá tenni ezt a beszélgetést? Akkor még egyszer elmondom. A legutóbb körülbelül egy 3,5 hete volt egy esetem, esetünk, mert többes számba kell beszélni, egy démonvadás csapattal dolgozom együtt. Ez nem így működik, hogy őt érte egy támadás, aztán reggel kényelmesen fel kell. Akit támadásért, őt egy pont éjszaka érte a támadás, nem is egy, hiszen mi amire kiértünk, addig azt hiszem 3 vagy 4 támadásnak volt az elszenvedője, egyáltalán nem tud kényelmesen reggel felébredni. Őt egyébként fizikailag bántalmazták is, tehát lehetett rajta látni bizonyos ütésnyomokat is. Tehát, hogyha mondjuk elment volna a rendőrségre, meg előtte... Hát nehéz följelenteni a démont. Nem, hanem vagy mit tudom én, előtte át lehetett vetett, akkor tényleg valaki azt hihette volna, hogy mondjuk éppen az adott pasia verte halára, pedig nem igaz. Hogy űzitek el, vagy mit csinál a csapat? Tehát kimentek, jön egy nő, hogy őt megtámadta egy démon. Általában megint különbséget kell tenni a szexuális jellegű támadások, és általában a démoni támadások. Jó, még hagyjuk a szexuális technikai dolgokat. Mi fedőket ütödögettek össze, vagy mit tudom, légkürtöt megnyomjátok? Mit csináltok? Tehát megérkeztek a lakásba, tudjátok, hogy ott van egy démon. Valaki panaszkodik arra, hogy lehet, hogy mint a szellem démon van a lakásban. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mert valószínűleg nem kötelező tudnata, tehát én a Mágia Zöld Páhuját vezetem, ez fönn van a Facebookon, akit érdekel, nyugodtan nézze meg, ott ezekről van szó. Helyzet a következő. Általában, amikor értesítést vagy felkérést kapunk, hogy van egy ilyen dolog, akkor azért annak van egy felvezetése. Tehát akkor azért van tájékozódás, beszélgetés, el kell beszélgetni az adott emberrel, mit okay. Élt meg, hogy kimentek élt meg. A lakásba. Várjál, mert nem fejeztem be. Igen, hát, szeretnék valami konkrétum hallani. És most mondom, és igen? Amikor én úgy döntök egy elbeszélés után, hogy ez több, mint fantáziázatás, vagy egy neurológiai probléma, akkor megyünk ki. Na most a kérdésre a válasz. Nekünk saját ritusrendszerünk van, és saját szimbólumrendszerünk. Tehát mi nem fedőket csapdosunk, meg énekelünk ilyen hangon, hanem ennek van egy... A boszorkánsának rendkívül szélesága van, nagyon sokféle vonala, irányzata, amit én képviselek, ott egy nagyon komoly ritus és szimbólumrendszer van. Tehát mondjuk akár, mint egy jezsuita pap, aki exorcizmus végez, ugye a názareti nevében szentelt vízzel a római... Tehát nem arról van szó, hogy megérkeztek egy ilyen kis permetezővel a hátatokon, mint a Ghostbusters, és akkor ott fújtok el. Muszáj, Damiron csirkelávodat pörgetni. A permetezés már nem annyira hasznos dolog, mint... Vito, az én esetemben az micsoda? Tehát az egy amit én elmondtam neked, mert azt mondtad, hogy végighallgattad. Ha igazság, én mondom, tehát nem, summa cum laude nem végeztem az orvosin, tehát ezt gyorsan szögezzük le, én inkább gyanakodnék az álom paralízisre, mint egy démon támadásra. Tudnék, amit leírtál, ezt én nagyon sokszor megéltem, valószínűleg fogom is, tökéletes leírás. Tehát annyi különbségeim, még hozzátenni, nem tudom, neked volt-e ilyen, hogy én nekem ilyenkor a fizikai testemben van egy olyan érzet, mintha egy ilyen feszültség szerint, ha áramot vezetnének a testedbe. De nem úgy, mint amikor a villamosszékbe ülsz, hanem olyan a bizsergő, erős bizsergő. Szerencsére erről nincs információ. De ez álomparalízis, tehát ez nem szexuális támadás. Te pontosan tudnád, hogy szexuális támadás lenne. Honnan? Hát akkor most félreérthetetlen barázs. Hát felnőtt férfiak vagyunk, tudjuk, hogy félreérthetetlen. Ilyenről akkor nem támadnak meg, bár az én praktisomban abból kevesebb van. Hál' Isten. A latin nyelvű leírásban, főleg a keresztény egyházaknál, amikor ezeket annak idején vizsgálták, ugye van egy fogalmi rendszer, van inkubusz és van szikkubusz, tehát az egyik ugye a női démon, aki férfiakat molesztál, és van a férfi démon, aki meg nőket molesztál. Azt írja valaki, hogy amikor a macska követ valamit a lakásban. Igen.
hogy követnek a tekintetükkel, a hideg szokott kirázni. Hogy ez mi lehet, Orsi kérdezi. Engem is, mert megint éhes ez a lényeg. A macska azért érdekes állat az okkult világban, mert tényleg valóban igen erőteljesen érzékelnek az ember által nem mindig érzékelt energiákat, leginkább mondjuk olyan energiákat, ami nem embertől származik, maradjunk ebben a megnevezésben. Én azt nem mondanám, hogy a macskának minden fejmozdulata erről kellene, hogy szóljon, de nagyon sok kísérletet hajtottunk mi is végre olyan helyeken, ahol szinte biztosan tudtuk, hogy ilyen energiával találkozunk, hogy vittünk macskát, hogy hogy reagál egy macska. Nagyon érdekesen, ha megengedtek egy fél perces történetet, a macska rettenetesen vonzódik a mi általunk definiált negatív energiához. Tehát általában, hogyha egy helyen, egy olyan helyen, ahol ilyen jellegű történések vannak, és egy macska letekeredik, akkor az biztos, hogy azon a helyen, vagy annak a közelében nagyon erős negatív energia. De ami engem még érdekel, hogy száraz macska, ha női démon jön, az nem igen. Baj. Tehát az el vagyok fel, reggel fölkerek. Nem úgy értem, nem most komolyan mondom, mert csak hogy van-e homoszexuális démon, csak azért kérdezem, hogy legalább ne pasírő, nincs. Jó, mert ha reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy kicsit ott vágykáztok, akkor legalább hargondok is sem, hogy legalább jó csaj legyen. Ha pali volt, akkor azért akkor... Talán nem viccelek. Én egyáltalán nem viccelek, ezt tudnom kell, mert mondom, vannak érzeteim. Én nem tudok homoszexuális jellegű támadások, én ezt nem mondom, hogy ki van zárva, de én nem tudok róla, tehát én ilyennel nem találkozom. Tehát ha támad engem nő, támad a nőt a férfi. Egy férfit megtámadó női démonról nagyon gyorsan hívnál fel utána, hidd el. Azért az, ezt ne kivettük össze a Julia Roberts-szel való találkozással, tehát azért ez nem ugyanaz a kívánc. Tehát nem egy ilyen Angelina Jolie kinézetű csaj ül rám, és akkor ott történnek bizarr dolgok, hanem hát ezennél egy sokkal nyomasztóbb dolgok. Valamikor, ezt most egy fejből nem tudom neked megmondani, körülbelül egy olyan 3-4 éve volt egy esetem, amiben egy férfi volt. Hallod, olyan szinten volt szétkarmolva, mint hogy egy tigrissel bírkozott volna. Tehát azért volt szétkarmolva reggel? Jön egy démon, és egy kellemeset szerettek. Tehát azt mondjuk én is mondanám otthon, tudod, hogy egy démon volt, drágám. A pasi volt szétkarmolva reggel? Jó, hát mondjuk a házasságnál, amikor egy vállóper van, mondjuk a bíróságon nehéz lenne elmagyarázni, igen, ezt a szitut, hogy egy démonnal volt eseted. De visszatérve a... Hány esetetek van egyébben, hogy hányszor mentek ki? De tényleg érdekel, mert hogy hallom, hogy ezt komolyan csinálod, komolyan veszed, tudom, hogy mivel ezzel foglalkozom. Nekem ez egy életforma, de egyébként nem csak ezzel foglalkozom, mert okkult dolgokkal foglalkozom. Oké, de hogy hetente naponta mentek, két hetente? Milyen sűrűn hívnak benneteket démon támadásokhoz, házakba, lakásokba? Ugye történt egy cikk, amire ugye most ti is ráreagáltatok, ott ugye nem hangzott el, hogy most konkrétan emeljük ezt szexuális jellegű történetet, az körülbelül 4-5-szöröse mondjuk az elmúlt években, mint ami előtte volt. Tehát idén, hát most már lassan bezárjuk az évet, lassan egy tucatnál tartunk. Egy tucatnál van. Ez nagyon sok. Becsinál. És azért sok, Balázs, mert ugye nem csak én mozgok ezen a területen, hiszen az egyháznak is van egy szedettsége, tehát akik mondjuk vallásosak, azok inkább paphoz fordulnak, és stb. Tehát ez az én érzékelésem, de egyébként nagyon sok, nem nagyon sok, de jó néhány emberrel beszélek, aki hasonló dolgokban utazik. Jó. Ők is ugyanazt észlelik, hogy nagyon megsokszorozódott azoknak az eset száma, amikor támadnak. Mit tudom, ez egy érdekes dolog, hát nyilván mindenki a saját hitrendszere szerint hisz ebben. Persze, ez magától értetődő. Tehát ez magától értetődő, de azért akartunk megszólaltatni, hogy elmondd ezt a dolgot, aztán már mindenki nem vallásos, nem csak vallásos emberekkel van dolgunk, hanem teljesen csőmateriális emberek élnek, basszus, meg sajnos ilyet, úgyhogy ez egyáltalán nem hitt. Hogy tudnék kiprovokálni egy ilyet? Jani nagyon vágyik rá, hogy végre valaki kicsit megtámadja már. Mert nekem is van ilyen betegségem, csak mondjuk az sima alvás paralízis, néha mozog így a takarolat a kezdet. Hiszen igazából ezt tehát te, mint földi halandó, nagyon nehezen tudnád önmagad csak úgy kiprovokálni. Átmegyek egyszer hozzád, aztán kiprovokálom. Vito, mennünk kell, köszönjük szépen. Én azt mondom, ismerem ezt az arcest. Tudod, ha már ilyen vagy, de tudod, mondom, némi nemű ismerettség van. Nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, ez most rossz indulatú lesz. Én szeretnék veled akkor beszélni, amikor egyszer egy ilyen megtörténik veled. Velem vagy a Janival? Janival, mert ő az, aki... Terézbél lennél humoros, hidd el. A Jani volt a humoros, én halálosan komolyan kérdezem, hogy én ilyen nem tud megmozdulni álmomra. Elküldenék egyet a helyedben. Várjál, ezt még fontosnak tartom elmondani. Legfőképp nőknél, akiket ilyen támadásért soha nem felejtjük el, igen erősen tudatosítani velük,
hogy a mentesítés után, mert ez mindig megoldott, tehát ez nem is kérdés. Igenis szakemberhez kell forduljuk, mármint pszichiáterhez. Elmondtuk ezt már, köszönjük. Mert dolgozni lelkileg, ez nem egy egyszerű történet. Mennünk kell, bocsánat, hogy belét folytom a szót, csak mennünk kell, jó? Nagyon szépen köszönjük, köszönjük, ha ilyen van jelentkezünk. Köszi, ciao. Hello. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Talán sokan átéltétek már azt az élethelyzetet, amikor az ember először nekiveselkedik, vesz egy nagy levegőt és bemegy az új munkahelyére. Hát ez mindenkivel megtörténik, mindenkivel történt már ilyen, és talán sokan emlékeznek az első napra a munkahelyen, hogy mi történt, milyen atrocitások érték egyáltalán, elrontott-e valamit, elszúrt-e valamit, vagy volt-e egy rossz bemutatkozás. A témaindító cikket pedig azért kell, hogy megemlítsük, mert nagyon helyes a történet, egy 27 éves egyedülálló anyukáról van szó, aki hát Facebookozott. Facebookozott, és nem szerették ezt a Facebook posztot, ugyanis ő jelentkezett egy texasi napközi otthonban kezdett volna. Ez lett volna az első munkahelye, illetve az első munkanapja. De ő még úgy gondolta, hogy ő reggel valamit kír a Facebookra. Valami vicceset. Csak nem számított arra, hogy a főnökök nézik egyébként a Facebook oldalt. Ez egy szemét dolog szerintem. Hát ha van egy magánvéleményed, nem jó dolog a munkahelyedről azt kiírni, de ez alapján csekkolnak. Hát szerintem meg cég alkalmazott ként, ki. Igen. Ha olyan információt írsz ki, ami vonatkozhat a cégre, akkor te ott egy kicsit dolgozó is vagy, nem csak magán. Ez igaz. Ma reggel benyomok még egy doboz Pepsit, aztán megyek a kokába dolgozni. Tehát hogy ez nem biztos. Igen. Kár, hogy nem szeretem az ízét. Ha kezd utána, mint az arra jó fizet. Hát azért. Igen. Egy soproni cukrászdában dolgozom. Hát ahogy ott csinálják a francia krémest, én nem ennék belőle, mindent láttam. Na jó, most mennem kell, mert 9-től kasszás vagyok, tudod. Ez így nem szerencsés. A nő a következőt írta ki. Texasi napközi otthonban kezdett volna aznap. Kiírta a nagy mosolya. Ma kezdek az új munkahelyemen. Kár, hogy iszonyatosan utálok napköziben dolgozni. Egyébként nem is a helyjel van baj, csak utálok egy csomó rossz kölyök között lenni. Aha. És ezt ő így kiírta. Hát iszonyatos mit kapott. Az ostoba ribanc az a legkevesebb volt, amit egyébként a Facebook oldalán kapott. Ez az egyik legvisszafogottabb vélemény volt. És ő nem számított erre, hogy eljut a napközi igazgatójához is ez a Facebook bejegyzés, mert hogy azért egy viszonylagosan kis városról volt szó. Hát szegényként ő bement, és be se kellett mennie, telefonon közölték vele, hogy hát akkor ez egy rövid munkaviszony volt. Neki már nem kell bemennie dolgozni. Erre azért számítani lehetett, annak viszonylag kicsi volt az esélye, nem? Hogy bemegy a főnökhez, és azt mondja, hogy már becsukom az ajtót. Végre valaki kimondta. Én is gyűlölöm őket. Ezeket a rohadt kölyköket, én is. A főnök helyében én megvártam volna, míg bemegy. Nem? Tehát bejön, nagyon örülünk, na most akkor mutatnám. Ez mi? Nem egy ilyen szembesítést, azért én nyomtam ott volna. Ott kaptad volna? Hát, én ott, ha én vagyok a főnök, ez, hogy fölhívod, és ne gyere be többet, akkor már jöjjön be, oda leültetni a gép elé, akkor mutatnék valamit kedvesen. Poff, tessék ez az. Azzal még nincs baj szerintem, ha ő ezt kírja, hogy nem szeret napköziben lenni, nem? Vagy az hát ennyire se lehet őszintén. A kölykökről nem írhat szerintem rosszat. Az, hogy nem áll majd munkahelyed, de meg elkezded és próbálod csinálni, azzal szerintem még akkora baj nincs. Itt, hogy utálom egy a büdös kis kölyköket, ez így azért nem egy túl jó ajánló levél, igen. De nem hallgatnád meg? Tehát mondjuk egy olyan példát, ami mondjuk Ferinél profilba vág. Tehát hogyha mondjuk éppen fel akarsz venni egy új szakácsot, első nap jön be, kezd, és azt látod, hogy a Facebook oldalán kiírja, hogy hát elég megyek ez a hülye némenthoz, ez a, hogy hívják, ez a műkedvelőhöz. Az Isten képzel magáról, ez csak fotózni tud, főzni, nem? Igen. Érted? És az is inkább a fényképezőgépnek a paramétere. Hogy kiírna valami ilyesmit, hogy itt van ez a ratyi étterem, és hogy nem hívod, nem próbálnak meggyőzni, hogy fia, akkor gyere be, csinálj forradalmat, csinálj belőle egy jó étteremet. Van valaki így jön be, hogy megyek ahhoz a ratyihoz, abban a ratyi étteremben, jó, hát nincs más, most elvállalom. Hát ezek után te megpróbálod meggyőzni arról, hogy hidd el, nem olyan rossz ez. Alkalmatlan a forradalomra az arc, tehát egy szakásnak ez nem lehet a hozzáállása. De legalább hozzáállása. A fényképezőgépedet megdicsérte. Az nem baj, hogy az megdicsérte, nagyon örülök neki, érted? Egyrészt, másrészt pedig akkor se teheted meg egy munkahelyel azt, hogy ezt a véleményt elmondod. Zsül ma délután kiteszi, hogy végre két nap, amikor nem kell ülnöm a Balázs mellett. Ha?
Szerinted hét? Hát azonnal odaadnám a balvesédet valakinek. Mennének érte, mennének érte az embereim is. És odaírna még, hogy egyébként jó fej, de a hajlakja, amit reggel magára fúj, azt kikérem magamnak. Na rohadjál meg finoman azért, mert nem is fújok hajlakot. Tehát azért ez így azért az a szájdíze. Ja, most! Na, hát még csücsrétek rá, hogy hajlakot is használok. A kicsit úgy csillant meg most rajta. Kicsit úgy állt meg egy pillanat, egy kicsit összeragadt. Sok volt a vax, de hajlak az nincs. De ugyanakkor meg ez jó fejség Gordon Ramsay-től? Hogyha például így megy be egy étterembe, hogy ez mi, az mi, az mi. Az egy műsor, azért nem kell mindent elhinni, az egy tévéműsor. Ott van a kamerák. De akkor ott jó fej. A kamerák mögött állnak emberek. Nem jó fej. Senki nem gondolja róla, hogy jó fej. Az a szerepe. Őt azért szeretik, mert ilyen valóban, de nem gondolják róla, hogy jó fej. Azt gondolják, hogy egy rossz fej egy csomó. Jól végzi a munkáját, mert neki abban a tévéműsorban egyébként így kell viselkednie. Hogy ő ilyen, ugye a Pokol konyhája, nem tudom mi a műsorának a címe, ott ő ilyen, de hát ő is a munkájára úgy megy be, tehát ő jól végzi a munkáját. Akkor jobb egy taktikus hazugság, mint a keresetlen őszinteség. Itt van, kirúgnának a föltenni valamit a Facebookra a munkahelyedről? Csekkolják? Szerintem nézik? Egyre inkább, valószínűleg a multik lehetnek erre legjobban kiegyezve. Mi? Hogy ne írják ki semmit róluk? Igen, aha. Szerintem oda is figyelnek az összes ilyenre, sőt, szerintem... Volt is egyébként néhány héttel ezelőtt pont egy ilyen ügy, amikor a Facebookon posztolt ki olyan képeket magáról valaki egy buli közben, ami nem nagyon tetszett a főnökeinek. Tényleg, igazad van. Egy buliban fotózkodott az emberünk, és ott ittas volt, kicsit levetkőzött, lehet valami. És hogy méltatlan ahhoz a munkahelyhez, ahol dolgozik, ez a fajta hozzáállás, meg ez a fajta tevékenység. De ugyanakkor ezeket zárta lehet tenni ezeket a csoportokat. Csak hát az volt a baj, hogy a főnök is valószínűleg be volt jelölve, illetve vissza volt jelölve, mert ki nem jelöli vissza a főnökét. Jó, úgy de szeretlek. És ez körbe ment, és azt hiszem arra hivatkozott a hogy ő valami területi képviselő volt a főnök, és hogy ügyfelek is vannak abban a csoportban, akik láthatták ezt a képet. Hogy mész el te holnap eladni neki akármit, ha ma egy ilyen képet föltettél. Hiteltelen vagy, és hiteltelenné teszed a céget is. Így van, de őt nem rúgták ki, aztán mert elbeszélgetett a Petivel az Árpi, és aztán... És aztán mondta, hogy nem szeretné, hogy több ilyen kép legyen fönt a Facebookon, és akkor maradhat. Volt emlékezetes első nap a munkahelyen nektek? Ami ilyen tényleg megérkeztetek, Nagy Andréval ott vagyunk, csináljuk, és azonnal valami kalamaika történt? Életem egyik legkellemetlen élménye, pontosan ez volt. Következő történt, gyártásvezetői munkát kaptam meg egy ismert televíziós brancsában, és az volt a dolognak a pikantériája, hogy az előző gyártás vezetőt azért tanácsolták el, vagy azért köszöntek el tőle, nem azért, mert rosszul végeztem munkáját, hanem egy picit többet kért, mint én. És hát valószínűleg ő ezt egy picit így szét is hintette már így a kapcsolataiban, és az első nap ő volt az, aki körbevitt engem. Ugye mindenfelé kellett menni. Hogy te helyére jössz? Persze. Aha. Mindenfelé körbe kellett vinnie, bemutatnia, mint az új munkaerőt, az ő utódját, és hát mindenhol. Hiszen ezek a, hogy hívják, a szememben nem nézés, elnézés a vállam fölött. De hát az, amit a Feri is, hogy ő már tudta. De nem én voltam az oka, de annyira rajtam csapódott le az egész, borzalmas volt. Mindent harapófogóval kellett belőle kiúzni, mindenért könyörögni kellett. Picit azt is éreztem, hogy nem is mond el semmit pontosan azért, hogy ha lehet, akkor majd kerülje kellemetlen helyzetbe emiatt, és rám haragudott. Nem rám kellett volna haragudnia, hanem a főnökére. Vagy saját magára. Vagy az esetben saját magára. De mondom, a munkájával semmiféle probléma nem volt, egyszerűen csak túl sokat kért. Én kevesebbet kértem, nem is voltam olyan jó gyártásvezető, mint ő, ezt egyébként aláírom. Utána visszavették a te helyedre, és te vitted körbe. Igen, ugye de már az én pénzem. De szörnyű kellemetlen volt. Ráadásul az ő autójával mentünk, ott ültem mellette, végig, mint egy ravatalozóban olyan volt a hangulat. Borzalmas volt. Hát én, ahogy a Danubiusba kerültem, az előző munkahelyünkre 2000-ben, az első nap, ahogy bementem, akkor nekem kellett egy számítógép adáshoz. Leültem, elkezdtem rajta dolgozni, egyszer csak jön egy kis köpcös csávó, és mondja, hogy az egy CSS gép, és ízé. De se köszönés, se semmiért. Mondtam, hogy jó napot kívánok, én vagyok az új ember, nem tudtam. Titusz volt? De azt mondanám, Tituszt mondanám. Akiről most beszélek, őt már szeretem. És mondtam, hogy elnézést, de nekem kellett. Első bementem a programigazgatóhoz, ezután beszélgetünk, bejön ugyanez a kis köpcös ember, az ajtóval így megböki a vállam. Ez egy nagyon agilis köpcös volt, hogy mindenhol ott van. Mindenütt. Nagyon követett igyekezett engem. Nagyon igyekezett, rádált. Ki akart mondhatni. Csinálni. És akkor mondom, hogy jó napot kívánok, akkor izé, de hogy itt, és ő elkezdett pempögni, és mondtam, hogy ne haragudj, akkor tegeszem, ki a
vagy te. És mondta, hogy bemutatkozott, és mondta, hogy ő a kereskedelmi igazgató. Na, de szimpatikus lehettél. Uh-huh. Első, de azért jó, nem? De tényleg ez a ne harag, ki a vagy te? Ki vagy te? Most már, mert ez a harmadik az elmúlt egy órában. Most már tényleg érdekel. És aztán jóba lettetek egyébként? Aztán jóba, de sokat kellett rajta dolgozni, szerintem mindkettőnknek, hogy ebből kijöjjünk. Oda mész, érted, első nap tényleg jó fiú vagy, beszélgetni akarsz, dolgozni akarsz, jön egy csávó, aki se puszi, se pál. Én értem, hogy ő a főnök, most megy utólag, na de akkor... Ugye? Igen. András. Igen, ja, ráadásul, igen, akkor ráadásul tudom is, hogy kiről van szó. Ráadásul, igen. De aztán megkedveltük ebben. Igen, ez az első nap azért ez egy kemény, kemény élethelyzet, amikor bemész, új kollektívval meg kell ismerkedned, nem tudod, hogy kik várnak, nem tudod, hogy milyen kollégáid lesznek. Azért az nem mindig könnyű. Nem mindig könnyű élethelyzet. Igen, de általában nyitottak, meg kíváncsiak, meg kedvesek. Hát attól függ, picit álságosak is, de amikor én oda mentem, és tudták, hogy egy embert miattam kvázi, tehát, hogy még idézőjelesen, de tényleg kirúgtak, akkor hát ez ott borzalmas volt. Borzalmas volt. Én dolgoztam a parlamentben, erről már meséltem, fogadásokat készítettünk elő. És ők is azóta is ezt mesélik. Az ők is ezt mesélik, én egy csomó új dologgal találkoztam például. Én nem tudtam, hogy a mikrohullámos ütőben nem lehet olyan tányért tenni, aminek aranyozott a széle. Uh-huh. Hát tudod, mikor és láttam én aranyozott, aranyozott tányért, tudod? Hát hol láttam én aranyozott tányért? Fogtam. Beleraktam a kis otthonról hozott kis paradicsomos káposztámat, amit édesanyám csomagolt, és bedobtam a mikróba. És hát ott azért úgy tudod, fegyelem van, parlamenti büfé, vadászterem, nem tudom, és csak azt hallják, hogy ül bent a diákmunkásra. Horror, drága, mikrosütő, tudod? Én még ülök, hát mondom, durran ez a töltött káposzta, durran, hát én nem veszem. Melegszik. Hát, Balázs ugye nem a herendit. Na nagyjából egy ilyen kaliberű tányért képzeljelem. Majd sikerült leborítanom egy ilyen 16x16-os ilyen rekeszekbe pakolták a poharakat, és az ugye nagy mosogatógépek vannak ott, amit kivesznek, és utána ezt le kellett vinni, volt egy lépcső, vadászteremnek a büfébe, és lent voltak a különböző poharak, tartók, csévingek, a fogadásra, amiket előkészítettük. Aha. És azzal a 16x16-os tisztán elmosott, nem tudom, boros pohárra sikerült egy akkorát esnem. Ráadásul az apukám vitt be arra a munkahelyre, tehát nem volt túlságosan szerencsés. És akkor ott mondták, hogy kérdezte, apukám, hogy hát milyen voltam az első nap, és mondták, hogy hát nem annyira ügyes. De belejön, ez volt a duma, hogy belejön. És aztán egy bácsi fura kerettel a nyakán. Odett egy fura bácsi kerettel a nyakán a büfé, és azt mondom, mi kéne öreg? Igen, hát ez a ketrec fejű. És azt mondták, hogy ne engedjétek kiszolgálni, ne. Kössétek be a száját is. Küldjétek le a pincébe. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk akkor, hogy mi volt az első élmény a munkahelyen, jó? Kicsit több irányba indítottuk el a témát, hogy a Facebook bejegyzésből indult, és látom az SMS falat, hogy jönnek már olyan SMS-ek is, hogy kinek, hogy vette észre a főnöke a Facebook bejegyzését, és ebből mekkora balhé lett. De nem ezzel foglalkozunk most, hanem az első nap a munkahelyen, ami kellemetlen volt, összevesztél valakivel, rosszul sikerült, vagy pedig nem úgy, ahogy szeretted volna. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy Facebookra posztolni az első napot az embernek az nem túl szerencsés, ha munkahelyet vált, mert ugye egy 27 éves egyedülálló anya kiposztolta, hogy ő egyébként nem szereti a napközis otthonokat, ráadásul nem szereti azt a rengeteg hülye kölyköt, aki ott dolgozik ebben a napközis otthonban, de hát mit csináljon, muszáj kezdeni. Ezt a kolléganők elolvasták, jelentették az igazgatónak és kirúgták. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen szörnyűség történt az első napján az új munkahelyen, mert hogy ebből azért van bőven. Ez minek köszönhető, mert rengeteg SMS jött, tehát szinte mindenki elszúrt valamit az első nap. Izgulsz, ideges vagy, új közösség, elfogadnak-e, szeretnek, nincs. Sokan azt írják, hogy egyébként a kollégák se voltak túl kezdeményezők vagy közeledők, tehát bekerülsz egy új helyre. Új hús. Ez egy beavatás. Egy picit ez rikálás, picit ez hivatás, picit a... Nem túl szimpatikus. Így van, nem túl szimpatikus, hát beavatás. Végül is. Nem feltétlen kell, hogy szimpatikus legyél, amúgy, igen. Amikor oda mész. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, veled mi történt? Hát Vini? Én 2010-ben, igen, 2010-ben még 17 évesen Cipruson egy ötcsillagos hotelban voltam gyakornok 5 hónapra, és az első munkanapom az sajnos úgy kezdődött, hogy jött egy teltház és egy nagy esküvő, ami azt jelentett, hogy 1300 fő egyszerre akart vacsorázni, és engem meg felküldtek a hotel épületébe, hogy a folyosókról szedjem össze az ott maradt poharakat, tányérokat, amiket a szoba szerviz felvitt,
és eltévedtem a hotel lift rendszerében teljesen. Három külön épületből állt a hotel, hatalmas, hatalmas, az Atlantica Hotelshez tartozik, hatalmas hotel volt, és külön liftrendszer mindenhová, plusz a recepcióhoz, és végül hát utánam küldtek valakit, hogy találjon meg, és szerencsére a lengyel kolléga megtalált. És ott lent bolyongtál a liftrendszerben? Igen, a három épület között bolyongtam, egyszerűen nem találtam vissza a személyzeti liftekhez, már a vendégekkel együtt lifteztem mindenhova, a recepción kötöttem ki, csak oda nem találtam vissza, hova kellett volna. És megtartottak, vagy kirúgtak? Megtartottak, megtartottak. Megtartottak. Azóta is egyébként külföldön dolgozol inkább, vagy hazajöttél? Nem, ez volt az első és az utolsó alkalom, azóta itthon vagyok. Mondtad, hogy túl nagyok ezek a hotelek, meg ebből elég volt, és inkább hazajöttél. És most mit csinálsz itthon? Én tanuló vagyok jelenleg. Tanulsz? Mit tanulsz? Politológiát. De szép zamasz, és érted, mi zajlik? Tessék? Aha, szóval igen. Látod? A Feri azt kérdezi, hogy érted, hogy mi zajlik, vagy követed az eseményeket. Hát persze. Persze. Oké, köszi Vilja, hogy elmondtad. Ciao. Hello, hello, hello. Itt van velünk Virág, hello Virág, jó reggel, ciao. Sziasztok fiúk, hello. Hello Virág. Na, nekem az első diáknak. Várjál Virág, ne rohanj annyira. Hát kicsit igen. Szokjunk össze, melegedjünk be, melegítsük be egymást. Én már reggel 6-tól melegszem veletek. Na, tényleg, ha ránk kelsz? Hát én már 20 perccel előttetek kezdek munkában. Mit csinálsz? Én a postán dolgozom egy ilyen irodában. Jelölt. És ilyenkor rá kell kezdeni, hogy már 6-kor kezdesz az irodában? Hát 5-40-kor már le kell dolgozni a szünetet, de hát igen, igen. 6-tól 2-ig itt vagyok. Azt kell. Ja, viszont előbb végzett, 6-tól 2-ig. Aha. Igen, igen. Viszont 4 órán keresztül legalább egy kicsit szebb a nap, amíg veletek vagyok. És de drága vagy. Hallgatlak. Köszönjük szépen. Na, mi történt az első napodon? Na, hát ez az első diák munkanapom volt egy fehér nemű üzletben, és aki betanított engem, ő arra próbált engem biztatni, hogy figyeljek, mert mindenki lop, és nagyon kell ezekre figyelni, és hogy általában levágják a csipogót, vagy letépik, és bedobják az öltözőben a tükör mögé. Na, én buzgón kerestem is ezeket a csipogókat, és az egyik tükör mögött így találtam is valami csipogóra emlékeztető dolgot, és hát elkezdtem cibálni, és végül sikerült kitépni a tükör mögül, abban a pillanatban sötétség borult az üzletre, sikerült lecsapnom teljesen az áramot, mert kiderült, hogy valamilyen kábelt sikerült kirángatnom. Nagy erőkkel, én meg pedig tökre örültem, hogy ez azt lecsaptam valami. Megvan az első! Megvagy, kiabáltad ezt, igen. Hát igen, igazából azt kérdeztem, hogy úristen, én voltam, azt hiszem, nem tudom, mit csináltam, és akkor hát kiderült, hogy igazából az áram szolgáltatás 80%-át azt így tönkre vágtam. Egy valami kis fényforrás sikerült bekapcsolniuk így néhány bugyi mögött, hogy azért lehessen látni valamit. Nagyon nem kedveltek, nem? Nem igazán hívtak vissza, főleg, hogy még a légkondicionáló is elromlott. Ja, hogy nem is hívtak vissza, tehát igen. Nem is tudták visszakapcsolni egy egész napon keresztül az áramot, és a kondi meg hát azután teljesen újra kellett szerelni. Finoman jelezték este, hogy holnap nem kell jönni? Vagy mondták, hogy majd szólunk? Ez igazából olyan volt, hogy minden nap így hívtak, hogyha kellett menni, de többet nem hívtak. Szóval ez jelzés értékű azért. Igen. 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 Vették a lapot, hogy annyira ez nem megy neked. Igen, egy kicsit túl buzgó voltam, úgy tűnik nekik. Igen. Nem baj. De a postán már ügyes vagy. Ott már ügyesen vagyok, ott nem kell csipogókat keresni, meg loposokat hajtkurászni, szóval. Az a sok rohadt boríték. Valójában ez egy 4 órás munka, csak te akkurátus vagy, és ezért 8 órás. Ja, nem olyan postán, nem ilyen kirendeltség, hanem így egy nagy belső épületben, szóval 8 órában az irodában vagyok. Jól van, Virág, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Nagyon köszönöm, szeretlek titeket, imádom a műsort. Köszi, hello. Friss mozdony vezető jogosítvánnyal első önálló szolgálatom a műszaki hibja miatt elzártam közel 20 percre egy forgalmas vasúti csomópontot a külvilágtól. Zapszám a fenébe, szerencsére meg lett a hiba, de mindenki engem keresett ez alatt. Ezt Tamás küldte nekünk. Benzinkúton dolgoztam az első napomon, a harmadik tankolás benzin helyett gázolajat tankoltam, persze telitankot kértek, telitank fizetős plusz szervizdíj, nekem kell fizetni, mondta az amúgy szimbi főnököm, rá kb. Egy órára mobil keréknyomás mérőt véletlenül rájtettem egy hölgy lábára. Kellemetlen volt a szituáció. A főnök ordibált, mondtam neki, hogy nekem ez nem megy, és kiléptem. Körülbelül 3 órát dolgoztam ott. Ati küldte ezt nekünk. Laza mozdulattal felöktem a főnök kávéját az asztalán, végigfutott az összes ott heverő szerződésen, számlákon, másik helyen kezembe maradt a főnök ajtajának a kilincse, mikor behívott egy fontos tárgyalásra. Hát, vannak ilyen jó történetek egyébként. Én az első nap egy
költöztető cégnél a kisfőnöknek adtam egy jó nagy tockost, mert nem akar dolgozni, és rohadtul be sem mutatkozott. Nem tudtam, hogy ki ő. Ez a legszebb a főnököt, értem, megy alá, paf! Igen. Kisfiam, és te nem fogsz valamit? Szatyi, mondtál, sokáig nem dolgoztam ott. Ez szimpatikus. Lovas edzőként dolgoztam egy lovardában, amikor jött egy új lovászfiú, megmutattam, elmondtam neki, milyen lovat hova tegyen a karámba, ő meg szín alapján csoportosította őket, így kerültek a karámba. A barna a barnával, fehér a fehérre. Képzelhetitek, csődörök a kancákkal, mindenki. Izgalmas délelőtt volt, Kata. Hát igen, ott összerakni egy csődört, igen, az szép, egy kancával, az szép. Úszómedence és jacuzzi üzlet első nap, este 9-kor jutott eszembe otthon, hogy a főnököm azt mondta, mielőtt bezárok, zárjam el a vizet, ami egy slagon folyik a 6 köbméteres medencébe. Mire visszatekertem az üzletbe, már bokáig ért a víz. A Niagara vízes, és semmi nem volt ehhez képest, amit láttam. Ezek ilyen tipikus első napok, nem? Izgulsz, elmondták ugyan, de nyilván 50 dolgot mondtak. Nem ismered mondtak a járást. Óriási, de a legjobb ez a főnököt. Engem nem magánk. Szerettek, amikor oda kerültem, azóta se szeretnek, de már megszoktam. Írja egy hallgató. Pár napja voltam az új munkahelyemen, és a kollégák elfelejtettek szólni, hogy van egy kolléga, akihez nem szabad hozzáérni, meg akartam vele beszélni egy munkát, oda mentem, és megérintettem a vállát, felugrott, és kiabálni kezdett. Kicsit meglepődtem, azóta nem fogdosom. Azt mondja, hogy 3 napos teherautó jogsiva, 0 kilométer rutina, 40 tonnás billens teherautóra raktak sofőrnek. Mondjuk az is okos, aki ezt megcsinálta. Uh-huh. Már az első utasaroknál romboltam és bontottam. Azóta kinőttem magam, üdv a kölyök. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van valaki, akinek egy tűttettek a kávéjába, annyira utálták az első nap, az is nagyon kemény. Vagy mi az, amivel így összefogod a lapokat, tudod, amivel így összetűzöd? Gémkapocs. Gémkapocs, igen, azt tettek a kávéjába, annyira utálták, igen. Én elaludtam egy raklapon az első munkahelyem, amikor felébredtem, nem ott voltam, ahol elaludtam. A kollégáktól nem mertem megkérdezni, hogy mi történt, csak később mesélték el, hogy kerültem fel 5 méter magasba. Egyébként fölnyomták izével. Mi ezt targoncával? Simán lehet, hogy felrakták. Engem. Elaludták is köcsön. Az első munkanapomon reggel 5.30-kor felhívtam a főnökömet, hogy hányra kell mennem a válasz, amikor akarok, de többször őt ne hívjam. Vége lett a történetnek. Írja nekünk egy hallgató, igen. A férjem lecsúszós liccel ment körbe bemutatkozni és bejárni a terepet. Az utolsó irodában körülbelül 30 ember után a fülébe súgta valaki, hogy túl nyitott az első naphoz. Mekkora duma, nem? Leharagudj, Gábor, egy picit. Túl nyitott vagy az első naphoz. Na jó! Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. A svéd király úgy látszik, hogy megbolondult. 16. Gusztáv. Az egyik napról a másikra arra kényszerült, hogy valamilyen okból kifolyólag tusolás helyett kátfürdőt kellett vennie. És rájött, hogy annyira haszontalan volt ez a kátfürdő, hogy szíve szerint betiltaná Svédországban a kátfürdőzést. Betiltaná a kátfürdőzést azért, mert rájött, miközben őt vagy megfürdették, vagy valahol be kellett ülni egy kát forró vízben, hogy hát ez rengeteg ivóvízbe kerül, és ez belenyilalt az ő kis tudatában, hogy nem okos dolog, hogy ezt tesszük, nagyon szégyelte magát, amikor ő megfürdött. Egyszerűen szégyelte magát. Mennyire környezetudatos, mennyire szimpatikus. Majd... Bárha az egész uralkodó család abban az egy kádban fürdött volna meg, akkor már nem lett volna akkora baj. Kiszállt a kádból, megtörölközött, és azt mondta, hogy meghirdeti a kád ellenes harcot. És utána felvett valami. És utána a sajtótájékoztatóan pedig fel is öltözött. Igen. Magára kapta a kis kasmír kis fürdőkendőjét, és meghirdette a kád ellenes harcot. És azt mondja, hogy egyszerűen semmi értelme kádban fürdeni, ugyanis sok-sok-sok liter vizet használunk mi el, ahelyett, hogy gyorsan lezuhanyoznánk. Uh-huh. És gondolják át azok, akik kádban fürdenek, hogy mennyit tudnának segíteni az anya természetnek, ha ők zuhanyoznának, és ő szíve szerint Svédországban betiltaná a kátfürdőzést. Mm-hmm. Nagyon jó fej, Károly Gusztáv, ugye 16. ezen a néven a sorban, ő 69 éves. Megkeverjük a 15. Így van, mert ő neki egyéb, a 15. Károly Gusztávnak sokkal nagyobb tervei voltak, de 69 éves a csávó, és ő erre most döbbent mm-hmm. rá. Hát jobb később, mint soha. De megvan az ébredés, hogy eddig ő hol volt, hogy ő ezt nem, mert szerintem ezt mindenki tudja, hogy a tusolás, az kevesebb víz,
nagyobb környezetvédelem. 69 éves koráig őt egyszer se fürdették meg, gyerekkorában se soha nem volt kád vízben. Alanyi jogon lesz eluralkodó, nem az intelligencia. Ez jár, értem. Én nagyon röhögtem, amikor a hírt elolvastad, tehát 69 és megvilágosodik Károly Gusztáv is előadja. Egyre kevesebb húst eszik, elektromos autóval jár, és igaz, hogy van egy baromi nagy flottája hagyományos autókból, de kezd átállni. De azokat csak itt tartogatja. Igen. Azt hittem, te ezt támogatod, és ennek örülni fogsz. Hogy ne támogatnám már? Csak hogy kettő közt ez a különbség, hogy nekem mondjuk nincsen saját repülőgépen, meg stb. Tehát nem utazgatok össze-vissza a világon. Nekem jó, kicsit az udvartartásom kisebb, mint Gusztávé, és hogy azért neki egyéb helyeken is kellene még kurtítani itt ott a költségvetésből ahhoz, hogy ugyanazzal a léptékkel rendelkezzen, mint én. Neki egy picit az ökológiai lábnyoma még így is nagyobb, mint az enyém. Most ha kb. 10 percig zuhanyzom, vagy beülök egy kárvízbe, mennyivel használok el kevesebb vizet? Sokkal kevesebb. Sokkal. Főleg, ha ugye eszünkbe jut az a kád méret, ami neked otthon van. Ez nagyon, nagyon egyszerűen mérhető. Sokszor voltál nálunk, igen, és láttad, akkor sokszor megfürödtél. Meséltél abban a kádban. Úsztál benne nagyokat, és láttad azt a kádat, ami nálunk van. Viszonylag nagy kádról van egyébként szó, Balázs, a szájában hallottam már, hogy nem kádnak hívja, hanem léknek. Igen, igen. Bombatámadásnál az egész család belebújik, magunkra borítjuk, és azzal szánkózunk. Figyeljetek, nagyon egyszerűen mérhető egyébként az a dolog, amikor mondjuk otthon zuhanyzol, akkor fogod, és szépen a tálcát, vagy nem tudom, hogy tényleg nálatok mi van, bedugod, és aztán csekkolni tudod, hogy mennyi az, mekkora az a mennyiség, amit elfogyaszt a zuhanyzás közben. Aztán megfürdesz. Zuhanytálcát? Igen. Hát abban kifolyik a víz. Hát de biztos van valami, ami beledugni. Nincsen hát benne nem dugó. Nem lefolyik, hanem a beledobod a dugót, tehát ez 2 centi vas, 2 centi magas a zuhanytálca, utána abból átfolyik a víz. Van, aki meg a kádat használja a zuhanyzásra, tehát van, aki nincsen mindenkinél zuhanytálca és kád. Vagy, ja, értem, tehát vagy ha beállsz a kádba, akkor bedugod a dugót. Bedugod, és akkor szépen meg tudod nézni, hogy mennyi vizet fogyasztasz. De hagyjatok már ezzel a hülyeséget tényleg. Ne. Mindig idegesítsetek már, hogy attól lesz jobb a környezet, hogy én fürdöm kádban, vagy én szálljak ki a kádból. Én nem kivéve ha első vízben fürdesz. Jó, mondja, az jöttek itt, igen, és a mosógép öblítővizét vezessük vissza az esővízbe fürödjünk meg, azzal húzzuk le a budit, szűrjük meg, és ígyük meg. És itassuk meg a szürke marhákat vele. Igen, és a végén, itassuk meg, igen. Ne komolyan mondom, ki vagyok ezektől. Az fontos egyébként, hogy utólag itass meg a szürke marhák, ha nem pedig előtte, mert hogyha abban mosakszol, amit a szürke marhák. De akkor én egy önző ember vagyok, hogy én beülök, igen, egy kádvízbe? Tehát igen. Én akkor ezért önző vagyok, mert én szeretem magam egyébként 20 percig csapatni melegvízzel a zuhanyba, vagy beülni egy kádvízbe? Ha mi is átmehetünk hozzátok? Utána? Hát én nem akarok az ő vizében fürdeni. Ez gyerekkoromban volt, hogy hatan fürdöttem egy vízbe. Tehát ez tudom, hogy ez... És volt status quo? Tehát, hogy kifürdött először és kiutoljára? Hát igen, az idősek. Hát én voltam a család végén, mert én voltam a legkisebb, én fürdöttem utoljára. Ki keresni a pénzt itt? Ki hozza a kenyeret az asztalra? Na, akkor ki fog először fürdni? Én? Na, mindenki bárhat meg a sorba. Fekete volt a víz konkrétan, mire én olyan sorra kerültem, érted? Nem láttam a kádaját, nem mertem beszállni, mert nem tudtam, milyen mély. Tehát azt hittem, hogy elnyel értem. Nálunk is volt egyiket, hogy én pánikszerűen mindenki megpróbált elsőnek fürdeni, amikor apám a garázs lejáróból hordta hátra fél napon keresztül a brikettet. És aztán jött fel szénporosan a pinyóból. Svéd király, ide vagy oda, komolyan, én ebből nem vagyok hajlandó leadni. Milliam. Én ezt nagyon sokszor elmondtam, nem vagyok ebből hajlandó leadni. És ne gyertek nekem ilyen matematikai fejszámolással, hogy ha 1 millió ember fürdik el egy kád vizet, akkor... Milliók sikítanak, amikor te fürdesz, szomjan maradnak, érted? Afrika szomjazik, és nálad folyik ki a kádban a víz. Ez egy baromság. Ez igen. Ez mondjuk én is aláírom. De miért? Te kivel vagy? Afrika ez nem miattunk szomja. Egy baromság. Tehát nem azért szomjasak Afrikában, mert én egyébként 20 perc után kezdem el a pókot kiüldözni a sarokból. És ez még csak vagy egy olyan bruttó 8 perc után vagyok hajlandó egyáltalán bemenni, mire az a kellő hőmérsékletű víz folyik. Tehát, hogy nem ezért szomjasak Afrikában. Tehát nincs összefüggésben a kettő. De elvihetnénk Afrikába a kitusolt vizet, nem? Persze. Aha, igen. Kecskemétnél felszedlek, indulj el egy ilyen kis hátadon néhány tartálya. Nem, komolyan, ez hülye ez a svéd király, tehát ha már ezt is el akarja tőled venni, még tételezzük, hogy ezt Magyarországon akarná betiltani, tényleg demonstratív jelleggel, naponta 3 kád vízben fürdenék meg. Tehát vannak dolgok, amiből egyszerűen nem szabad leadni, és meg kell őrizni a kényelmedet. Én önző vagyok, én ezt beismerem. De nem jut eszembe az, hogy védjem a természetet, ha elmegyek zuhanyozni. Nem jut eszembe. Akkor én zuhanyozni akarok, jól érezni magam, pihenni és beállni a meleg víz alá. Hát letusolsz 3 perc akkor, alatt, utána jól érzed magad. Akkor itt van egy másik érv, ami nagyon szimpatikus lesz számodra. 3 perc alatt, ha tudom, hogy 3 percen van az olyan, az el sem megyek. Tehát nem megyek el, 10-12 perc alatt nem tudom megcsinálni.
Figyelj. Nincs ilyen hülyeség. Tapasztalatból mondom, és ezt te is meg fogod érteni, el fogod ismerni, és hogyha még nem próbáltad, kipróbálod, hogy sokkal több endorfin termel a veretés, mint a pancsolás. De hideg nekem. Hideggel. Mit csinál, az, a te zuhanyzásod endorfin termel? Igen. Vagy? A zuhanyzás az sokkal több endorfin termel, hogyha megfelelő irányba is megy. De én zuhanyzom. Én nem nagyon ülök kádvízbe, csak azt a mennyiséget fürdöm el, amit a kádban egyébként mások kádvízben használják el. Tehát én egy 20 percig zuhanyzom körülbelül. Uh-huh. Tehát jó. Olyan pára van, amikor én kiszállok a fürdőszobából, érted, hogy nem találjuk meg egymást kivel, mikor bejön. Ez napi 20 perc, vagy heti 20 perc? Hol van? Nyisd ki az ablakot! Ha te kezedet fogom, akkor kiét, ha nem. Vagy még itt van Marika néni. Igen, van még valaki a vízben? Kiabálnak, mint amikor elsőjött. Ezeket nem veheti el tőlünk senki. Érted? Nem én vagyok a vízért, hanem a víz van, értem. A forró víz. Kifizetem, megveszem. Azért van, hogy jól érezzem magam. Nem azért persze, hogy éjszaka folyjon, hogy menjen kárba. Uh-huh. De ha 20 percig zuhanyzol, ettől te még nem vagy rossz ember, ezt akarom megérteni. Aha, ettől te még nem vagy pazarló, jó, mert megengedheted magadnak, hogy beállj a meleg víz alá. Ha nem tudsz lejjebb adni a burzsuás szokásaidból, milyen burzsuás szokás? Akkor szerintem az a és a tusolás. Három hónaponta összeveszünk ezen, de nem vagyok hajlandó burzsuás szokásra gondolni azt, hogy nem akarok úgy zönni, hogy elzárom, szappan, kinyitom, elzárom, szappan, kinyitom, elzárom, és képezzel lezuhanyzom. Figyelj, burzsuás, hogyha nem sikerül lejjebb adnod a szokás, akkor be kell vezetnünk tényleg a vízkvótát, a meleg vízkvótát. Igen, és akkor vedd meg és a Janitól, vegyél, érted? Vegyél tőlünk. Nekünk ez, ez egy rendszeres bevételi forrás lehet, én tudom majd ebből mondjuk adott esetben finanszírozni a gyereknek a tanulását, mondjuk egészen egyetemig. Nem akárhol. Érted, hogy a harmadik diplomáig, érted? De hogy akkor legyen ez, legyen vízkvóta. Hogy én megveszem tőled. Így van, pontosan így. És te mit veszel tőlem, vagy mit tesz cserébe? Én nem... semmit, én nem tudok neked semmit adni, ami neked nincs. Jó, hajlandó vagyok ezen elgondolkodni. Ráadásul fűteni kell a te vizedet, mert forró vízbe tusolsz. Mert te hidegben, nem? Tehát te azt mondod, hogy te beállsz a hideg vízbe. Én nem, 5 perc alatt tudok végezni. Nem 20 percig. Ez lesen ér a víz a hátadat 5 perc alatt. Hát azért fölül rájön, hogy szép lassan, megkör. 5 perc, mire érted, elér a kettes csigolyád. Meg felé áthordják a forró sonka levet, érted? Új, jó aztán. Érted, ők eleget forralnak a gáztűz helyen ahhoz, hogy ott állandó olyan hőmérséklet legyen. Ez hülye ez a svéd király, komolyan mondom. Én ezen nem vagyok hajlandó spórolni. De nézzük meg, hallgatóinkat, tessék, ki a legnagyobb spórolós a családban? Nézzük meg, hogy ne csak az zuhanyzásról legyen szó. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi igazán elképesztő dolgot látok párotoktól, férjetektől, feleségetektől, anyós, após, szülő, aki valami elvetemült módon próbál meg úgy spórolni valamin, hogy már azt ti is kellemetlennek érzitek. Ahogy ugye például János ugye védi a természetet, uh-huh. és spórol a vízzel, ő tényleg sokszor elmondta, ez a matról zuhanyzás, kinyitom, levizezem magam, elzárom, lekenem magam, elzárom, kint vagyok, kész. Ennyi. 2 perc. Konkrétan még el se döntöttem, hogy valójában akarok-e zuhanyozni, vagy csak lábat mosok, János kétszer lefürdött. Spórolás jelleggel. Tehát mi az, ahogy a környezetetekben valaki spórol? Mivel spórol? Hogy spórol? Min próbál egy kicsit ügyeskedni? Most háztartáson belül természetesen. Tehát nagyon sok minden lehet. Penészes kenyérhéját levágni, mert belül még jó. Így van. Jó, Nem. Mert a penészgomba nem, ebben a formájában nem fogyasztható. Jó a penész, egy csomó minden. De várjál, nem a penészes kenyérhéját fogod elfogyasztani, hanem azt a kenyérdarabot, amit megmentettél, rossz irányból közelítetted meg a dolgot. Igen, de azt nem véletlenül penészedett be az a kenyér, tudod? Tehát, hogy az már nem jó. A többi része se, szerintem. De hát ki mindenki úgy él, ahogy akar. Igen. De tényleg írjátok meg, mivel spórol a család nagy spórolósa, jó? Amiben benneteket az őrületbe kerget. Ha ez matróz zuhanyzás, akkor az is lehet akár, hogy egy kádban fürdik az egész család. Ezt is megírhatjátok még, de hol látjátok a számotokra kellemetlen spórolást? 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, kedden hűvös van, ha valaki még nem indult el, vagy most indulna, készüljön, hogy csipős, ahogy szoktuk mondani. A reggel, de nem baj, hát jön a tél, jön a december, ez a dolga. Figyelj, isteni idő volt eddig, 20 fokok voltak, emlékezz még, múlt héten délutánunként 18 fokos. Legyen hűvös, legyen hideg, ez a január. Legyen hó. Január, ez a december. Legyen december hó. Hova ugrottunk? Kicsit ugrottam egy bruttó 2 hónapot az időben, igen. Na, a spórolásról beszélgettünk, ugye megvitattuk, hogy a svéd király betiltaná a kádfürdőzést.
Hát édesem, ő megfürdött egy kádvízben, és rájött, hogy hát oda a természet, ha mindenki kádban fürdik. Micsoda világ ez, és micsoda fertő, hogy van néhány ember, aki szeret kádban fürdeni. Ő ezt betiltaná, mert rájött, hogy rengeteg ivóvíz megy kádba is. És ugye spórolásról beszélgetünk, mert hogy minden családban legalább egy nagy spórolós van. Aki összegyűjti az újságot, aki úgy megy el WC-re, aki úgy használja a fürdővizet, aki spórol a gyufával, a benzinnel. Levágja a krémes tubusoknak a tetejét, összekapirgatja bele a mindenfelé feltapadt kis elég krém. Elég az életedből. Hagyjuk, most kivétesen nem. A mosogatóba kiveszi a joghurtos dobozt, összekapargatja azt az egy kanál joghurtot, és visszaviszi a gyereknek a szobába. Igen, szóval, hogy most kivétesen nem rólad van szó. De nagyon sok SMS jön. A nagymamám úgy spórolt, hogy azt a vizet, ami zuhanyzásnál használt a tálcában, bedugta a lefolyót, megmaradjon a víz, kimerte vödrökbe, azzal kellett a WC-t leönteni. Ha véletlen lehúztam a WC-t, akkor nagyot kaptam a fejemre. Ezt Zsani küldte nekünk. Hát ezt sokan csinálják egyébként. Ugye, amiről mi is beszéltünk, ez a kádas vízes spórolós, igen. Az apósom rám kapcsolja a villanyt bárhol, szni sötétben is lehet. Na de törölni és lehúzni, kérdezi ördög, ugye? Tehát azért az kemény, budin ülsz és rád kapcsolja a villanyt. És főleg a papa is így rád is kopogtat, hogy lehet az sötétben is. Nagyon kemény. A főnököm a páncélszekrényében őrzi a befőttes gumikat, azt mondja, hogy nehezen lehet hozzá jutni. Anyósom úgy spórol, hogy nem fizet, és borravalót se ad sehol, ezt András küldte nekünk. Hát azért ez egy érdekes spórolás, nem fizetni, az talán a másik véglet. Kicsit talán több, mint a spórolás. Együtt laktam annó a haveromból, aki látta, hogy kidobtam a rohadt almát a szemetesbe, ő kiszedte és megette. Utólag vallotta be, azóta se tudtam feldolgozni. Azt mondja, nekem van olyan ismerősem, aki használ zsíros vagy olajos nejlonzacskókat és szatyrokat, elmossa a mosogatóvízben, aztán kirakja a szállítókötélre száradni, majd újra felhasználja. Nem túl higiénikus. Eli küldte nekünk. Nagypapám úgy spórolt, hogy nem járatta a rejtvényújságot, annak ellenére, hogy megtette volna, hanem kilopta a szomszéd postaládájából, megfejtette ceruzával, kirodírozta, majd visszatette. Na, ne. Ez jó. Ez mondjuk, de aranyos. Ezt ez jó. Előfejtett. Megcsinálom. Kirodírozom, visszarakom. Mindenki örömét leli benne. Jaj, de jó. Azt mondja, hogy az anyám gyufával gyújtja be a gáztűzhely rózsáját, a használt gyufát félreteszi, hogy a második rózsát az elsőről visszagyújtott gyufával keltse életre, megspórolva egy darab gyufát. Anyám. Péter küldte nekünk. Ismerős. Hogy csillog a szemed, Jani? Hogy csillog? Mennyi új ötlet? Hát, ha egyáltalán van új. Hát most nyitott kapukat döntött. Azt mondom, hogy neked ebben a témában újat mondani, igen. Nagymamám egy liter tej miatt, ahol a legolcsóbb volt, képes volt súlyos betegen átbuszozni Nyíregyházán, de aztán a 10 000 forintot úgy adogatta nekem, mintha csak nyomtatta volna. Ben küldte nekünk. Ha már spórolás, az apósom mindent visz, télen, hogy az autó kevesebbet fogyasszon, nem kapcsolja be a fűtést. Ettől azonban, hogy ne párásodjanak az ablakok, tilos beszélgetni a kocsiban. Nagyon jó. Igen. Az már csak abba tortán, hogy esőben vezet a leggyorsabban, mert persze az ablaktörlő is fogyaszt. És elmélete szerint, ha gyorsan mész, akkor a menetszél leviszi az esőcseppet. Majd írd már meg, hogy merre jár a papa, hogy arra én ne menjek. Ő zseni. Csaszi, csak minden nap egy SMS-t, merre van a nagyfater? Léci, bármi, csak hogy hova ne menjünk? Gyorsan megyünk, 100-zal megyünk, nem használjuk. Az ablaktörlő mennyivel fogyaszt többet? 0,008, vagy mennyivel? Az autó teljes élettartalma alatt tudnád megmérni, szerintem egy 2 deci. Atya úristen, igen. Nálunk a férjem a spórolás megtestesítője. Hűtőben szekrényben lejárt joghurt, csoki, túrorudi, mindent megeszik, mert kidobni nem lehet semmit. Fokrém csak annyi, amekkora a fogkefe feje, tusfürdő annyi, amennyivel én fürdök, ő 3-szor. Gabi küldte nekünk. Anyám állandóan szétkaparja az agy, amikor tusolok, hogy ne tököljek, mert vízköves lesz a hátam, meg hogy nem hagyok meleg vizet, aztán lámkapcsolja a lámpát. Dave küldte nekünk. Azt mondja, micsoda, anyám hatalmas a spórolásban, eltört a lobseprű nyele, nem vett újat kb. 300 forintért, hanem szikszalaggal és némi hulladéklit segítségével újat fabrikált. Hmm. Működött, csak ezután lánckesztyűben kellett lombot seperni, olyan szálkás volt. A szikszalag amúgy nála egyébként sok problémára a megoldás. Ez Geri küldte nekünk. Volt kollégám minden WC-r menetelőt megkérdezte a családot, hogy nem kell-e valakinek szintén kimenni, így csak egyszer kellett lehúzni. Nagyon jó. Ez az a durva, hogy nem számított, hogy kis dolog vagy nagy dolog. Ja, ez már talán egy picit problémás. Nem problémás, csak a másodiknak. Az első még, az elsőnek még jó. Csak képzeld el azt a karácsonyt, amikor kijössz, ugye, és még nem húztad le. És körbe kérdezed a családot egy tojáslikornát. Valaki? Biztos? Látom, még ott van? Látom, még nem húztam le? Látom, hogy toporogsz.
és valaki elég mondta, hogy jó, megyek, bemész, tudod, azt hiszed, hogy csak pisilsz egyet, és ilyen brutális zsizé, pufajka új. Pufajka új lerak. Valaki szétcsapatná? Senki? Jó, akkor lehúzom. Lehúzom. Atya Isten. Én a barátnőm vizes tűrcsével szoktam csak simán áttörölni magam, hogy ne fogyasszam a vizet feleslegesen. Mert hogy úgyis nedves a törölköző. De ez tök jó. Amikor kijön az zuhanyzóból és megtörölközött, te gyorsan áttörlöd magad, és meg is vagy. Abszolút, tök jó. Én egy fiatal párral lakom, este megvárják egymás munkából hazajövet, hogy spórolás miatt együtt menjenek fürdeni. Halálig. Jó, hát ez... Hát lehet, hogy ott más is történik. Lehet, hogy más is történik. Igen. Igen. Az öregapám a lejtőn a 2021-05-ös ladáját leállítja, mondván, hogy itt kevesebbet teszik. Az nagyon szép lesz. Az szerencsés. Egyszer fogod túl a gyújtás kapcsolót túlhúzni, úgyhogy a kormányzár bezár, és véged van. Ilyet én már láttam. Figyelj, úgy is gurulunk, vedd már a gyújtást, nem kell. És egyel, mert van egy olyan rész, ahol a kormányzár már kiakadt, tudod. De ő még egyet áthúzott, kis balkanyar, paf, és úgy egyenesített. Nagyon jó, nagyon jó. És ha szerencséd van, akkor hosszú, egyenes út van előtted, nagyon kevés mellékutcával és kis forgalommal. Ha szerencséd. Ha nincs, akkor... Nagybátyám 80 éves, egy laborban 2 deci vízben megfürdik, utána még abban elmosogat egy hízóvágásnyi edényt, és nem önti ki, mert azzal még jó lesz a vécét leönteni. Dáig küldte nekünk, köszönjük szépen. Apám nem öntözi a növényeket a kertjében, mert drága a víz. Hiába mondjuk neki, hogy így viszont meg kell venni a boltban a zöldséget, ami sokkal drágább, nem érdekli. Ettől hülyét kapok. Meg hát, hogyha kirohad a növény, tudod, az nagyon szép. Nem öntözöl, mert ugyan spórolsz a vízzel. Ezek a családon belüli nagy spórolók, hát ezek zseniálisek. A fateromnál tankolás után meg kellett emelnünk a csövet, hogy az sem menjen kárba. Legalább másfél deci. Azt mondja, hogy kollégám annak idején ment Ausztriába rózsa kiállítása, de előtte nem evett, hogy ne kelljen WC-re mennie, mert az Ausztriában nagyon drága. Hát 1 euró, érted? Azért az 300. Ez Józsi. Józsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na jól van, hát minden családban. Ha, minden családban mennyi van nagy korolos. Mennyi szimpatikus ember. Ugye? Mennyi Káros. Szimpatikus Igen, ember. De hát mi ilyenek, hát ki az, aki például egy születésnap után a félig leégett gyertyákat nem teszi el jövőre, és nem vágja le az éget végét. Ne. Nyilvánvaló, hogy ezt mindenki így megcsinál. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki dátum szerint rakja sorba a joghurtokat a hűtőben, hogy azt fogja le először, ami a legkorábban jár le. Biztos, hogy minden. És akkor 5 gyertyája volt világnak az 5. születésnapján, félig leégett, eltetted, és akkor 6 éves volt, akkor volt 5 fél gyertyád, meg vettél egy 6-at, ami nagy volt. Ez csak attól függ, hogy mennyire dugott bele a tortába. Jézus Isten. És van rá magyarázata, érted? Érted, hogy mi a baj? Mindegyiket ugyanabban a szintbe lehet hozni. Jézusom, megőrülök. Nem olyan bonyolult ez, Feri. Atya Isten. És akkor kicsit leszopogatod róla a tejszihabot, lenyalogatod, de fogsz egy fiskersolót, levágod, és elrakod egy ilyen kicsit félpenészes nejlonzacskóba? Kb. Ne Istenem. Most a technikai részében csak azért nem menjünk bele, mert nehogy itt valaki. Figyelj, szóljál, hogy mikor van a virág születésnapja, megveszem évszámmal. Az összesen kedjék, egyet. Megvettem már most is előre. Egyes meg egy négyes, én megveszem. Szegény gyerek, érted? 3-4 ízén leégett, csonkig égett gyertyákat próbál elfújni. Atya úristen. Hát igen, azt mondjuk sajnálom, hogy picit korábban született volna a gyerek, akkor megcsinálhattuk volna azt, hogy amikor a gyerek 14 éves, akkor ugyanazt elrakjuk az anyjának, hogy a 41-re legyen. Hát nem. Atya Isten. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek! 8 óra múlt, pontosan 13 perc. Úr, Jézusom, valakit ölnek Jól neki? Jól vagy? Te nyomtad ezt a végén? Nem, ő. Te voltál? Hello! Ciao. Mi van veled? Azt hittem, hogy valakit... Semmi, meg vagyok. Valakit ölnek éppen, vagy nyúznak, olyan hangod volt. De ráadásul egy pasiból azért ilyen hang jön ki, az nagyon kemény. Atya Isten! Na, hello mindenkinek, itt vagyunk, 4:09 lesz pontosan 1 perc múlva. Gyerekek, az időjárás visszaadja azt, amit tegnap elvett, mert hát egyszerűen nem tud esni az eső. Budapest számos pontján szakad az eső, szemerkel, csöpög, de itt az Őrsvezértéren valami vákumban vagyunk, egy fekete lyukban, egy téridő kontinumban, másfajta téridő kontinumban, nem esik az eső. Olyannyira... Azt akarod mondani, hogy az idő visszaadja azt, amit tegnap elvett, tehát most Salgótarjánban száraz idő van, itt pedig igen. Olyannyira, hogy még az ablakból is néznek mennünk, ott
Jó napot kívánok! Kezdj, csókolom, minden rendben? Egy férfi, de... Tiszteletem, jó napot kívánok! Ennyire udvarias, hagyja csak! Az a baj, hogy itt ez az árnyékoló belógott egy picit. Rossz a szeme már, ne haragudjon, hát ugye már kezdj, csókolom, hát már 45 fölött már azért már szemvizsgálatra el kéne menni. Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Ott maradtam volna. Ott maradtam volna, de munka van írta nekünk. Valaki Megyeri út, Fóti út, a negyedik kerület találkozásánál nem működnek a lámpák, káosz alakul, Emerán küldte nekünk. Ott voltam az Őrsön, sikerült veletek töltenem egy reklámblokkot, isteniek voltatok, húsz. Mindig a legnagyobbak vagyunk a reklámblokkban. A reklámblokban óriásiak vagyunk, igen. Csornán szokásos Fehér Szeát, Sopron felé sebességmérés, mondjátok be, légy szíves, hogy kapcsolják le a helyzetjelzőt, mert tényleg nem mennek sehova. Jó, megmondtuk nekik, szerintem hallgatnak bennünket, lekapcsolták. Nem sokára indulok, 10-ig ott leszek, aztán megyek nyelvvizsgázni. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, gyere nyugodtan. Szintén választott tantárgy. Az ének érettségi az, hogy ki vagyok az azóta. Zseniális. Zseniális. Miskolc Avas alatt Rafi méri a hármas úton haladókat, Predator küldte nekünk. Köszönjük szépen, valamint a Budaörsi úton nem oda illő tagok figyelnek, nejem szerint a száj az a rés. Nagyon nem olvastál semmit. István SMS-ére folyamatosan ráfutok, 90%-a nem szellemes, 10 az igen, de ez most nem volt annyira erős. Igen, igen. Ne landoljon a rádió bevétele rögtön az NMHH-nak a kasszája. Jó, mondjuk emlékszünk rá, hogy ugye a baját nem tudtas überelni semmi, ugye a főnökös témákra gondolok, egészen konkrétan, amikor megkérdezte Feri az egyik kedves hallgatót, hogy mi a véleménye a főnökéről, és pedig egy négy betűs szóval válaszolt. Igen. Keresetlen őszintességgel. A hallgatóink egyébként nagyon aranyosak, például Orsitól és Csabitól kaptunk egy elsősegélyfelszerelést személyre szabott tartalommal, csak felmutatással kérnénk szépen, Feri majd oda tartja a mikrofont, és megmondjátok, hogy kinek az elsősegély eszközei láthatók. Azt mondja, hogy itt az első, mutatom. Mi az? Fésű. Ki lehet? Szemetes. Igen. Következő? Jó, azt mondja, hogy a következő, csak hogyha esetleg a távol lévők nem látják annyira, paprikás fokhagymás szalonna. Köszönöm szépen! Tehát ez egy olyan túlélő doboz, hogy mindhárman meglennénk és túlélnénk. Tehát, hogyha valahol lerobbannak az országút szélén, akkor mindenkinek lenne saját személyre szalonna. Jaj, hát az a Jani! Két pár műszál a zokni. Nagyon szépen köszönjük. Igen, ráadásul titok zokni, ha jól hajvax. Hajvax. Én vagyok, igen, köszönöm. Nagyon jó, egy másik sztereotípia. Feri. Így köszönöm. Van. A kocsiig el tud vele menni. Igen. Egy kicsi pálinkás üveg, nagyon jó, köszönjük jó, szépen. Jó, és hát természetesen a két zokni mellé azért még kaptam egy kis fekete cérnát és kürtét. Nagyon szépen köszönjük, nagyon sokatok Orsi és Csabi. János a héten valamelyik ki a szállodában stoppolt az okniát, azt ígértem az Instára, még nem tettem föl, de felteszem egyébként, sikerült úgy rányitni, hogy éppen stoppolt. Pedig azért nem olcsó zokni volt, mondjuk ajándékba kaptam. Igen, megpróbáltad becserélni, vagy visszakérni az árát, csak nem volt meg a blokk. De hogy stoppolt, úgyhogy azt feltesszük a Facebookra. Na, viszont van valami, amiről akartam beszélni, mert szörnyű felismerésem volt tegnap vezetés közben. Mert hogy ugye hát nekem Salgótarjánból le kellett vezetnem Köveskára, ami igen. Azért is... Hát, jó, hogy de már egy lyukas párna. Nem teljesen erre gondoltam, csináljon bármit is az ember egy lyukaspárnával. Én nem voltam katona, szörnyű dolgokat művelnek egy lyukaspárnával. Asszociálni tudok, de nem teljesen értem, hogy mire gondolsz. Nem, hallgattam különböző rádiók, különböző zenéit. Ugye van, ami eltűnik, van, ami a Balaton környékén fogható, és én mindig figyelem, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, milyen zenéket adnak. És belefutottam egy-két olyan dalba, és egy-két olyan dalszövegbe, hogy szörnyű felismeréssel kellett megállapítanom, hogy konkrétan már nem értem, hogy miről beszélnek. És ez volt például a Well Hello zenekar, akiket ismerünk, kedvelünk, ugye Diázék, Fluor, Tomiék, szenzációsan csinálják, szerintem a Fluornak jót tett, hogy összeállt valakivel, és nem szólóban nyomja. Kicsit ezt a Fluor Tomis dolgot le tudja tenni. Gyerekek, hallottátok az ő dalaikat? Egy büdös, rohadt szót nem értek már belőle. Itt az előbb bekiabált valami, mert valaki, mert én trotty vagy. Simán, én ezt aláírom, és 40 évesen arra kellett rájönnöm, hogy nem értem már azt a szlenget, amit a Fluorék nyomnak. És több rádió többször leadta ezt a dalt, én kicsit felhangosítottam. Hát ha valaki megkérdezné, hogy ez miről szól, és mik azok a szlengek benne, a 900-eket nem tudnám elmondani. Nem értem, hogy így beszélnek a fiatalok, hogy ez már egy nyelv, amit a mi generáció már valószínűleg nem ért. Ugyanúgy, ahogy a miénket se értették apáink, a mi kis szlengeinket, de ami most van, azt most már tényleg ki se tudod találni.
Nem. Te érted ezeket a dalokat? Mert 12 éves a lányod, Jani, ezeket hazahozza? Hát, vagy így beszél, figyelek, vagy ezeket mondogatja? Tehát, hogy ő például kifejezetten kedveli a Well Hello, de hogyha mondjuk együtt elmennénk egy koncertre, és mondjuk a Tomi... Te ott felkötnéd magad. Hát, mondjuk ez is nyilván. Igen, ez is nyilvánvaló. De szerintem azt mondja, hogy előkerestem itt a szöveget, mert bocsánat, én sem tudom egyébként kívülről megtanulni, de azt mondja, hogy ha mondjuk a Flór Tomi kinyújtaná így a mikrofonját a közönség közé, és ott állnánk a lányommal, és akkor énekeljétek, és na kisfiú, igen, azt mondja, hogy ez melyiket nyomod most? Fogkövemet is Swarovskiból rakták a nyaklánc a fejemet, húzza, ha rajtad meg mi ez a gunnya, ha felkapom a pulcsit, a Gucci-t. Tehát, hogy azért itt elveszíteném a fonalat. Jó, hogy a Gucci-t megértem, hogy nem érted, de én azzal nekem azzal nem volt bajom. Swarovskinál is megremegett a lába. Igen, tehát én most nem arra gondolok, hogy felrántod a trappert, ezt még talán. Igen, de hogy a hashtag, meg a YOLO, meg a nem tudom, és próbáltam ezeket így kibogózni, hogy mit jelentget. Van ilyen napiszleng.hu, szeretem ezt az oldalt, és az ember ezeket megnézegeti, de hogy az volt az érdekes felismerés, hogy van már egy generáció, akik olyan nyelvet beszélnek, és olyan szlenget, ami számukra egyébként teljesen egyértelmű, és tök jól működik, de mi már nem értjük. Hát gyerekek, azt mondja valaki, hogy mi, hogy lol, hogy nyomok rá egy lolt, az mi? Te tudod? Hát egy ilyen kacagás lenne. Ja, hogy vicceset mondod. Azt mondjuk én azt pont értem, igen. Ez egy angol rövidítés, így van. Igen, ez egy angol rövidítés, ez azt jelenti, hogy felnevettél azon, amit hallottál. Aha. Ezt általában én internetes csetelésekre vagy e-mailekre írják. Jó, de Feri megérti az old. De az nagyon. Az old. És értek is hozzá. De nem, tényleg, te olyan szavakat mondanak, ami egyszerűen nincs meg. De azt értetted, hát rögtön gondolom azért el is mosolyodtál, amikor azt mondta, hogy a heten fele csapatás, de simű, mint a herevasalás. Azt egyébként értettem. Miért ezeket a hashtageléseket, meg ezeket a jólózásokat, ezeket te vágtad, amíg a lányod ezeket nem kezdte elmondani, hogy ez mi a fenéről szól, vagy ez mit jelent? Az van, hogy az én lányom tényleg 13 éves már, és nagyon komoly kommunikációs problémáink vannak. Tehát, hogy amikor megkérdezem tőle csak szimplán azt, hogy mit akar enni vacsorára, és úgy válaszol, hogy abból három szót értek. Az egyik az, hogy rántott hús. Azt nem kap egyébként. Szóval egyszerűen nem tudok vele beszélgetni. És ők ezt tolják. Nagyon jóló vagy, apa. Neked is jó éjszakát, kint sem aludj jól. Jóló? Jóló. Például a jólót, meg a hashtag, meg ezeket, hogy a nyomja a Fluor. Mi a jóló? Mi a jóló? Mi a jóló? Ki tudja, hogy mi a jóló? Jóló, az micsoda? Te tudod? Ne, megalázó, egy 10 éves mondja meg. De hát ez az ő nyelvük, tehát ez nem baj. A jóló az egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy egyszer élsz csak. És aha, tehát akkor ez gondolom, ez is egy angol rövidítés, hogy az egy életünk van, egyszer élünk. És aha, és akkor ez mikor mondod, vagy ez mikor használod? Amikor valakit fölrúgsz az utcán, és azt mondja neki, hogy bocs, jóló, mert egyszer élünk, és fölrúgtalak? Igen. Vagy ez, igen? Valami ilyesmi, nem is értem igazán. Mondjuk, ha te a generációt nem érted, akkor persze, hogy nem értettem. Ültem bent, Balatonra vezetve a kocsima, és füleltem a Well Hello dalt, és egy szörnyű megállapítás egyébként. Hogy hashtag, azt ki tudja? Hogy ezeket én már nem értem. Mi az a hashtag? Tudod? A hashtag az csupán csak egy linkelés, hogy be lehessen azonosítani a cuccokat. Ja, kicsi picit vette hülyére bennünket, hogy fia, csupán egy linkelés, hogy beazonosítani a cuccokat. Ezt nem érted? Hashtag. Tehát hashtag az, hogy fölismerem Balást, az egy hashtag? Hashtag? Nem. Bejössz reggel, és a kávépult mellett felismersz engem, és akkor mi hashtageltünk, Feri? Ez így nem tűnik túl akció. Én meghashtageltelek téged. Feri, úgy meghashtageltelek. A hashtag az gyakorlatilag csak egy címke. Az igazából a kettős kereszt. Címke! Aha, ez jó, kettős nem kereszt. Vagyunk beljebb, azt hiszem. Gyerekek. Aha. Te nekem az életem kettős keresztje vagy. Akkor ezt mondom, az jó, vagy... De tényleg egyébként, ez érdekes, nem? Hogy ez már egy olyan nyelv, amit mi abszolút nem értünk. Persze, mert hogyha mondjuk mit tudom én, a nagymutér kéri, hogy kentjem, enged, lále a jójót, akkor tudod, hogy arra van, hogy nem raktam be a fogát, de hát... Igen, akkor gyorsan leengedjük, tehát azzal így abszolút... Ki tud még valami ilyet, amit mi biztos, hogy nem értünk? Te tudsz? Például a VH, azt tudjátok, mit jelent? Micsoda? VH. VH? VH, egy V meg egy H. Az a visszahívás. Kérek egy VH-t? Az a... Küldök neked egy VH-t, hogy hív vissza is. De csak annyit küldesz SMS-ben, hogy V betű meg H betű, akkor föl kéne hívjalak? Még szolgáltatónál lehet azt küldeni, hogy küldök egy visszahívást, és akkor azt hívják VH-nak. Aha. Ez konkrétan úgy van, hogy mondjuk én felszeretnélek téged hívni, de nincsen pénz a telefonomon, akkor elindítok egy hívást, megnyomom a kettős keresztgombot, és akkor a bizonyos szolgáltatónak a női hangja mondja, hogy az SMS sikeresen kiküldtük, és akkor te megkapod egy SMS-be, hogy mit én Gipszi akap, kérte, hogy hív vissza. A visszahívás. Ezt viszont megtanulom. VH. Ez neked ez való. A 600 forintos telefonszámládat le tudod nyomni 300-ra. De igen, ha nekem elkezdesz ilyen jolókat, hashtageket, kettős kereszteket, meg VH-kat küldözgetni, bejövök és összetöröm a telefonodat. Tehát, ez nem próbálkozzál.
rövidítéseket inkább, mint ugye a vagyok, az woke, meg ezek a chat szövegek, amik nálunk mentek egy időbe. De most már én leszoktam róla, mert én is úgymond kezdek ebből már kiöregedni. Hát én woke, az én vagyok. Te is tud? JPE. JPE, az mi? JPE. JPE. Ki tudja a JPE-t? József, Péter, Éva. Jó, azért akkor látom, hogy ott is nagy baj, ott is nagy bajok. Meghívtam a haverokat, JPE. Ott is nagy bajok vannak, Feri. Mi a JPE? Józan. Józan. Paraszti ész. Ez nem rossz. Józan paraszti ész. Az a JPE, Józan paraszti ész. Igen. Egyébként ezzel nincs bajom, hogy alakul a nyelv, meg hát ez a mi korunkban is folyamatosan változott. Ez egy élő dolog, ezt a fiatalok bevezetik, ezzel szerintem egyáltalán nincs baj. Azt hogy mondjátok most, hogy eszünk valamit? Van arra valami szakszó? Nem. Semmi? Nincs? Na ott van. Hát eszünk valamit. Köszi, király vagy. Na, igazi jó, jó voltál. Ez, gyerekek, ez egy nagy megfejtés volt. Írjanak már nekünk azon a hallgatóink, akik szülők, hogy kommunikálnak az ő gyerekeik. Mondjuk vannak kamasz gyerekek, kettő, és a két tesó egymással hogy beszél, mit mondanak, mert ugye szülőként szerintem egy idő után tényleg, mint a Jani is mondta, hogy elkezdett kapkodni a fejed, nem? Hogy amit neked is Virág mondta, hogy apa, te olyan pró vagy. És amikor ezt először mondta, akkor körbenéztél, hogy kihez beszél. Van. Aztán ugye megfejtetted, hogy az a pró, hát most nem mondja, hogy nem tudom, professional, vagy nem tudom, azt mondja, én apa. Azt hittem, hogy azt mondja, hogy pronyó vagyok. Én mondtam is neki, hogy ez tőled... Vigyázz a szádra! Ezt tőled még elnézem, de mástól nem, anyjállat már pofának. Apa, te olyan pró vagy. Jó, hát tudom, kicsit szakadt a melegítőm, kicsit lyukat az oknál. Jó, akkor átöltözök, lezuhanyzok, felveszem az öltönyöm. És aztán például ez is kiderült, hogy ez jót jelent, nem? Igen. Tehát, hogy ők már így mondják, hogy pró, ugye? Tehát, hogy menő, jó, ezért professzionális, nem? Olyan pró vagy. Mondjuk, ahogy a lányom mondja nekem, hogy nem tűnik túl elismerő. Fogtegyről pró vagy, apa. Na, várjuk azon szülőktől az SMS-eket, akik tényleg kicsit szenvednek, és próbálják a fiataloknál, a gyerekeknél kibogózni, hogy miről beszélnek, mit mondanak, és milyen nyelvet használnak. Nyolc óra múlt, 43 perccel szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, és látom, előkerültek az esernyők, vagy locsolnak bennünket a föntről. Annyira vagy... süt a nap, tudod, hogy tűzi őket is. Igen. Egy picit elkezdett szemerkélni, de gyerekek, még mindig jók vagyunk, úgyhogy... Sehol nem vagyunk Salgótarjához képest. Nem, azt ne tudjátok meg tegnap, mit éltek át a Salgótarjának. Mi is kaptunk kicsit, de nyilván akik áldogáltak ott 6-tól 10-ig, az nagyon-nagyon kemény volt. Tehát én. Igen, te. Te bőrigáztál, az biztos, igen. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy nem megy a szleng, ne legyetek már nyuggerek. Gergő küldte nekünk. Jó, egy kicsit azok, hogy... De írtak hallgatóink, hogy egyébként ők se értik már a saját gyerekeiket, és azért ez mindig megnyugtat. M3-as 42-es kilométerénél trafink van, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Ez a Miskolci irányban van, úgyhogy menjetek egy picit lassabban. Aztán azt nézem, hogy Megyeri út, Fóti út, 4. kerület találkozásánál nem működnek a lámpák, káosz már alakul. Emerán küldte nekünk. Valaki nem tudja, hogy a Budaörsi út miért áll kifelé, kérdezi Ildi. Ezt nem igazából, de ha valaki megírja, mondjuk azonnal. Gondolom baleset. Szűkítés, ott elég nagy dugó szokott lenni. M3-as 15-ös kilométernél Nyíregyháza felé egy őz, majdnem megkaptam, de visszaszaladt, mindenki vigyázzon, Pankus küldte nekünk, köszönjük szépen. Pankus. Na, a szlengről beszélgetünk itt a hírek előtt, és arról, hogy nem arról nyilván, hogy milyen öregek vagyunk már, és hogy elment felettünk az idő, de az ember meghallgat egy-egy olyan zenekart, akik ugye most elsősorban a fiataloknak szólnak, nem feltétlenül a mi generációnk. Egyszerűen vannak dolgok, amiket már nem értesz, és ugye Jani is elmondta, hogy neki a lánya sokszor már úgy beszél, hogy félreérti, apa, te olyan pró vagy, ugye, és mondtad, hogy jól van, kislányom, akkor fölöltözöm rendesen. Csak ne bánts apádat. Itt ott lyukas defoltos, és persze, de egyébként nagyon szeretem ezt a maciasot, MTK VMS. Igen. Hogy ez most jó vagy nem, hogy a fiatalok így beszélnek, és mindent rövidítenek, nyilván nem feltétlenül jó, de hát gyerekek, ők, ez az ő saját nyelvük, ez egy élő dolog, úgyhogy biztos, hogy változik. Változik a nyelv. Egyébként meg nekünk is volt ilyen, most az a fiatalember jön, aki ugye eddig kioktatott bennünket, az én apám ezt mondta nekem, fiam, ne abajgasd az emsét, mert bedúrja a ganyét a góré alá, azt olyat kapsz az arcodra, hogy meglevesesedik a heftid. Mit mondott az édesapám? Biztos valami rossz dolog fog történni. Az. Látod? Meglevesedik, mit mondod? Meglevesesedik a heftid. A heftid. Tehát ne abajgasd az emsét, ez ne cseszegesd a disznót. Ne cseszegesd a disznót. Betúrja a ganyét a góré alá. Igen, ez valószínű, hogy csupa szar leszel. Nem, hanem a kakit, igen. A góré, ugye abba tárottuk a kukoricát. Ja. Az a góré alá, és az olyat kapsz, hogy meglevesedik
leveseseddik a heftid, az elered az orrod vére. Tőle kapsz olyat. Igen, én, aha, tehát én. Ha cseszeted a disztót, még jó meg is verve. Így van, pontosan. Ezt értem. Na, na azért tessék, megfogtalak, mi? Igen. Anya, akkor horzsoltam le a lábam, amikor flexelek a flash-tendel. Írja nekünk valaki. Köszönjük szépen. A mai fiatalok mindent rövidítenek, mert a közösségi oldalakon általában max karakter számot lehet írni, ami nem sok. Twitteren csak 140-et, Instán se lehet regényeket írni, SMS meg pénzbe kerül, azt nem írnak, csak a netet használják, ezért vannak angol rövidítések, a IDC, az I don't care, meg a rengeteg minden, amit itt írnak a hallgatók. Egyébként ezek lasszul néznek ki, csak nem érteném, ha valaki ezt nekem elküldeni. Egyébként ezek a szlengek, ezek külföldön ugyanígy működnek? Nyilván, tehát, egy csomó az idegen szavakból rövidítettek? Tehát, hogy ez marha jó egyébként, mert ez például tökre megkönnyíti a kommunikációt, mondjuk olyanokkal, akik nem ebben az országban, hogy felmész a netre, és akkor van valami kis közös témátok, és tök jó kommunikáltok egymással. Én pont a lányomon tapasztaltam ezt, pontosan a lányom kapcsán tapasztaltam, hogy fölmegy mindenféle kis chat oldalakra, és akkor elbeszélget olyan lányokkal, akik, mit tudom én, Nagy-Britanniában élnek, Ausztráliában élnek, az Egyesült Államokban élnek, és tök jó eldumálgatnak. Te beleolvasod, és mindig mondod, hogy kis nem veszek már egy új klaviatúrát, mert csak a rövidítéseket írogat. Nem működik rendesen az a gép, IDC, LOL, NOL, BUN, és ilyeneket írogat, igen. Nekem egy 21 éves és egy 17 éves fiam van, időnként rájuk kell szólnom, hogy beszéljenek magyarul, mert egy szavukat sem értem. Annyira szerettem volna megnézni egyébként titeket, nem messze dolgozom, itt ülök egyedül az irodában. 10-ig ti vagytok a társaságom. Jó, na, jók vagytok. Timi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nyugi Balázs, én 28 vagyok, de egyáltalán nem értem, hogy mit mondanak, úgyhogy ezzel nem vagy egyedül. Aztán a Szveget írta valaki nekünk, hogy az pontosan mit jelent. Az azt jelenti, hogy te is tudod, én is tudom, hogy mi melegek vagyunk, de ezt titok. Aha! Igen. Ez, hogy kell ezt írni? Most már ezért. Szveg? Svag. Hogy? S-W-A-G. Tudod. Hát... Jó, világos. Nem aggatom, hiszen titok, világos. Ezt jelenti a szveg. Még Laci elküldteneked, vagy mi van? Többször is, és smiley-jel válaszoltam. és te mindig te is visszaküldted neki. És ha jobban belegondolok, volt benne egy kacsintós is. 15 éves fiam sportol, sokat van távol, esténként ilyen SMS-eket ült, hogy jó 8, azaz jó 8. Oh, először fogalmam se volt, hogy mit akar mondani, és mit jelent a jó 8. Aztán kiderült, hogy csak jó éjszakát kívánt. Üdv Helga, jó 8. Ez menő ennyi. Jó 8. Ezt lenyúlom, ez egyébként jó. Sziasztok, 38 éves anyuka vagyok, de van egy 22 éves barátom, mindig meséli, hogy a szórakozó helyeken békát ivott. Azt azért tudjuk, hát arra emlékszünk, nem? Egy idő után, mivel fogalmam sem volt mi az, rákérdeztem, boros kóla, mondom neki, szívem az a vadász. De a békát az a vörösboros, VBK, vörösboros kóla, az a mi generációkat értjük. Mi VBK-ztunk. Igen. VBK-ztál? Te? Igen? Itt? Persze. Hát annak idején viccesz. Igen, nagyon csúnya verekedés lett belőle. Engem verte. 20 éves vagyok, 18 éves párom néha olyanokat mond, hogy napokig kell gondolkoznom rajta, hogy mit is akar. Kokszó kérdezi, kedvenc KK, okok, rövidítés, semmit nem értek belőle, Andris írt a Nyíregyházáról. Hát ezeket én nem is értem egyébként, hogy ezek nem, mit jelentenek. Nem tájjellegű kifejezések, az biztos. Igen. Bali, micsoda? Karistolj oda a toprongyhoz, és kérdezd meg, megnyomhatod-e, ez borsodi duma köz. A toprongy? Hát igen. De picit sem férfi soviniszta duma, úgy értem. A toprongyhoz. Így közben jönnek nagyon jók, hogy tudjátok-e mi az a, nem tudom, a román bombon, az a borsó, meg ilyeneket. De... Román bombon. De így van. Ezeket én nem, ezeket én egyáltalán nem ismerem már. Te tudtad? Hogy... Mit flamozunk után román bombon zabát? Ezeket egyáltalán nem dicséret. Vagy nem ismertem. A pro nem dicséret, az prosztó, ezt Magyi küldte nekünk, úgyhogy azért lehet, hogy egy kört altatott még... a lányod. Egy kört még kell beszélned a lányoddal. Nem, az van, hogy azért egy picit azért még a status quo még működik nálunk otthon, nem prosztoz le azért a lányom, csak így élből. Azt mondja, én ha megkérdezem, mi volt az iskolában, akkor már nem azt mondja, hogy mint olyan volt, mint régen, vagy amit mi mondtunk, hanem hogy K.O. volt a nap, mert az OF ma beteggelt korepre. Aha, beteggelt korepre, ekkora duma, beteggelt korepre. Vagyis az osztályfőnök azt javasolta, hogy menjen korrepetálásra, aminek ő nem örül. Ideje lenne egy tanárt keresni, aki nyelvújítana engem is. Ezért beteggelt korepre ott azért két... Beteggelt korepre. Nagyon keményen hangzik. Na jól van, igen, mert elküldték a szveget, igen. Secretly we are gay, ezt jelenti. Tehát, hogy titokban mi melegek vagyunk, tehát valaki ezt neked bemondja, Jani, akkor nem mosolyog el. Igen. Tehát, hogy legalább ezt is megtanultuk. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország legjobb
legnyitottabb reggeli műsora.